utólagos vagy hát előzetes beleegyezésekkel a felvételt elindítanánk. Ugye a felvétel most már el is indult. A felvétel lehetővé teszi azt, hogy ha valaki több szekciónak az előadásait szeretné megnézni, akkor ez lehetővé váljon. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit a délutáni geomatika szekció előadáson. Király Gézának hívnak, és ezt a szekciót hát megpróbálom levezetni. Ebben segítségemre lesz Száz Botond, ifjú doktorandusz, aki remélhetőleg észreveszi majd a technikai problémákat, ha netán lennének, és akkor ő fog segíteni az ilyen dolgokba, de tényleg mindenkitől azt kérem, hogy ha tudtok valami problémáról, akkor jelezzétek, és hát reméljük, hogy sikeresen le fog zajlani a dolog. Ugye elméletileg hangszóró az van itt a teremben, tehát ezt elsősorban a távoli kollégáknak mondom, viszont mobil mikrofont ugye nem tudtunk szervezni, tehát az előadások után ugye 5 perc vitára lenne lehetőség. Az lenne a kérésem, hogy mindig először a jelenlévők tegyék föl a kérdéseiket. Ezt a kérdést majd célszerű lenne az előadónak megismételni, hogy a távoli kollégák is hallják, és utána pedig meg is válaszolni. A távoli kollégákkal szemben pedig azt kérném, hogy vagy ugye tehát jelentkezés után bekapcsolt mikrofonnal, vagy pedig a csevegésben lehetne feltenni a kérdéseket, és a csevegést azt Száz Botond kolléga fogja figyelni. Ugye délelőtt is elég sok probléma volt, tehát arra mindenki legyen figyelemmel, hogyha éppen nem beszél, akkor a mikrofonja ne legyen bekapcsolva, mert ez elég zavaró tud lenni, vagy egy visszhang, tehát eléggé meg tudja zavarni a dolgokat. Nem tudom, hogy van-e esetleg technikai jellegű kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor rögtön bele is vágnánk a közepébe, és felkérném az első előadót, Broli Gábort, hogy tartsa meg előadását. Botond, akkor ide. Jó. F5. Jó. Köszöntök mindenkit, az itt jelenlévőket is, és azokat is, akik a távolból nézik, hallgatják az előadást. Az első kérdésem hozzájuk lenne, hogy lehet-e látni a kivetített diát? Egy visszajelzést szeretnék kérni. Igen, lehet. Jó, akkor bele is vágnék az előadásba. Ezt az előadást Király Géza és Bazsó Tamás, valamint Németh Kristóf közreműködésével állítottuk össze. Ebben mind a Soproni Egyetem erdőmérnöki kara, mint pedig Dendrokomplex Kft. Részt vett ennek a kutatásnak a elkészítésében. Két nagy kérdést tettünk föl magunknak. Az egyik az, hogy földi lézerszkenneléssel, annak a feldolgozásával kapcsolatban vannak tapasztalataink erdőterületen. És ennél a kutatásnál lehetőségünk volt kipróbálni módszereket, illetve magunkat városi környezetben, városi fák adatainak kinyerésére. Mennyire működnek a erdőbe kipróbált módszerek, mennyire adaptálhatók közvetlenül. Ez volt az első. A második pedig, ami talán még izgalmasabb, az az, hogy nem egyféle szenzorral, de kettővel dolgoztunk. Földi statikus lézerszkenner adatokat, ugye eddig is láttunk, feldolgoztunk, szeretjük, viszont megjelent kereskedelembe
kézben hordozható lézerszkenner, vagy kézben hordozható LiDAR, és ez nagyon hatékony adatgyűjtést tesz lehetővé, de majd látjuk, hogy pontossággal kapcsolatban bizonyos kompromisszumokra kényszerül. És a fő kérdés itt az volt a második pontban, hogy kétféle szenzorból nyert eredmények, ezek összevethetők-e, hasonlók-e, tapasztalunk-e pontossági különbséget a kettő között. Tehát ez a második kérdés, ami érdekelt minket ennek a kutatásnak a során. A mintaterületünk Budapesten található, Daróczi utcában két kis mintaterület, mindkettő egy zárt udvar, amelyben többségében idős fák találhatóak, de számos tereptárgy, gépjárművek, táblák, növényzet szempontjából is ez egy igen struktúrált mintaterület, különösen az egyes terület. Tehát sövények vannak, cserjék vannak, vannak egész fiatal fák is. Tehát egy meglehetősen komplex beépített területet választottunk mintaterületként. És íme a két adatgyűjtő. A bal oldalon látjuk a földi lézerszkenner, a jobb oldalon pedig a kézi lézerszkenner. Csak két műszernek a pusztán a technikai adatait hasonlítjuk össze, akkor azt láthatjuk, hogy a földi lézerszkenner elsősorban hatótávolságban, valamint a mérési frekvenciában múlja fölül a kézi lézerszkennert. A kézi lézerszkenner viszont jóval kisebb, jóval könnyebben mozgatható. És amíg a statikus földi lézerszkenner az egy-egy pontból végez adatgyűjtést, addig a kézi lézerszkennert azt mozgatni lehet. Tehát nem egy helyben történik a felmérés, hanem mozog folyamatosan az adatgyűjtés során a szenzor. Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan történik ezeknek a pontfelhőknek a relatív tájékozása. A földi lézerszkennernél több álláspontot használunk, és itt a tájékozáshoz általában szintén statikus jeltárcsákat alkalmazunk. Maga a munkamenet úgy néz ki, hogy szkennelés előtt el kell helyezni a kapcsolópontokat, lehetőleg úgy, hogy ezek a kapcsolópontok legalább két álláspontból is felmérhetőek legyenek. Mielőtt megkezdődne a szkennelés, először ezeket a jeltárcsákat szkenneljük be, méghozzá igen nagy pontsűrűséggel. Itt látható a fényképen bal oldalon egy fénykép magáról a tárcsáról, illetve egy pontfelhő, ami így a sűrű szkennelés után előáll. Miután megtörtént a részletszkennelés, beszkenneljük a területet, utána átállunk következő álláspontba, és utána újból beszkenneljük ezeket a mozdulatlan kapcsolójeleket. És miután ez megvolt minden álláspontra, utána a kapcsolójelek alapján hasonlósági transformációval összeforgatjuk, illetve összetoljuk az egyes szkennelt pontfelhőket, és akkor így áll elő egy területnek az összefüggő ponthalmaza, ami egy koordináta rendszerben van. Ennek a tájékozási módnak a pontosság az mondjuk 5 mm, vagy van, amikor még ennél is jobb. Tehát ez egy nagyon kifort módszer. Mi a helyzet a kézi lézerszkennelésnél? A kézi lézerszkennelésnél az úgynevezett SLAM eljárást használják a pontfelhőnek a tájékozására. Itt ugye emlékeznünk kell arra, hogy itt a szenzor folyamatosan mozog a felmérés során. Ezt a mozgást nagy vonalakban egy inerciális navigációs berendezés követi. Ez egy közelítően tudjuk, tehát a nyomvonalát a szenzornak. És miután megvan a nyomvonal, utána ezeket a pontokat szoftveres úton úgy egyeztetik, hogy az egyes felületek azok illeszkedjenek egymáshoz. Tehát, hogyha mondjuk végigmegyünk és szkennelünk épületeket, akkor az épületeknek a felülete, falai egyezniük kell ezeknek az irányának, illetve a helyzetének, függetlenül attól, hogy azt két lépéssel előbb tettük meg, vagy 10 méterrel arrébb. Tehát így lehet összeregisztrálni ezeket a pontfelhőket, és ez egy iteratív folyamat.
Lényeg tehát az, hogy itt mozog a szenzor a felmérés közben, és itt legalábbis a technikai információk szerint jóval gyengébb, körülbelül 2 cm-es pontosság érhető el a regisztrációkon. Kérdés az, hogy majd ez a faállományi elemzők meghatározásánál ez, ennek milyen hatása lesz. És akkor így néz ki egy földi lézerszkennerről fölvett pontfelhő. Itt több álláspontból történt a felmérés. A fáknak az alsó 4 méteres szakaszát látjuk itt a képen, hogy ne a koronák ne takarják ki, így ezért a koronákat eltávolítottuk ebből a pontfelhőből, és a színezés azt mutatja, hogy melyik álláspontból történt a felvétel. Ugye a regisztráció után látjuk, hogy egy-egy fát, azt általában 2, valamikor 3 helyről, 3 irányból is föl tudunk mérni, vagy fölvettünk ennél a munkánál. Ezzel szemben a kézi lézerszkennelnél ott nem alkalmazható ilyen színezés, hiszen ott folyamatosan változott a szenzornak a helyzete, és egy ilyen egységes ponthalmazt kapunk a regisztrációtájékozás elvégzése után. Tehát ez egy hasonlóan, mint az előző ábránál, itt is a fáknak körülbelül a 6 méteres, alsó 6 métere látható itt a ponthalmazban, a többit azt eltávolítottuk, illetve a tereppontokat is eltávolítottuk, hogy lássuk az egyes ponthalmazba kirajzolódó egyes tereptárgyakat, illetve a növényzetet. Ugye megfigyelhetők a parkoló autók bal oldalon, mint tereptárgyak, aztán láthatunk épületeket, épületeknek a falait, ferdetetősíkot bal alsó sarokba, és a növényzetet. Növényzet, ugye fák, illetve sövények, valamint kis cserjék. Ezek többnyire már lomtalan állapotban voltak, amikor ez a felmérés készült. És íme a ponthalmazoknak az összehasonlítása. Ugyanazt a fát látjuk bal oldalon földi lézerszkennelt ponthalmazból, jobb oldalon pedig statikus, illetve kézben tartott kézi lézerszkennelésből. Visszaköszön, ami a technikai információban szerepelt, hogy jóval nagyobb pontsűrűséget biztosít a földi lézerszkennelés, a statikus. Kézi lézerszkennelésnél a ponttávolságok nagyobbak, ez a pontfelhő ritkább. Viszont a pont eloszlása ez egyben egyenletesebb is. A földi lézerszkennernél, ahogyan távolodunk a szenzortól, egyre messzebbi található tereptárgyakat vagy növényeket nézünk, ugye a pontoknak a sűrűsége egyre inkább csökken. Tehát a pont távolság a szenzor távolsággal együtt ugye változik. Ez egy jól megfogható geometria, de egy olyan geometria, ami egyenlőtlen, nem egyenletes pontsűrűséget biztosít a statikus lézerszkennernél, míg a kézi lézerszkennernél a pontelosztás az egyenletesebb. A nagyon fontos kérdés a teljesség. Mit értek teljesség alatt? A jobb oldali képen látszik, ugyanannak a fának láthatjuk egy 10 cm-es keresztmetszetét a törzsének. Pirossal látjuk a statikus lézerszkennernek a pontjait. Ez ugye nagyjából a törzsnek a felét fedi le, tehát nagyjából a felét látjuk egy álláspontból. Míg a kézi lézerszkenner esetében ugye körülbelül a 3/4 jól reprezentált ennek a törzsnek, és körülbelül az 1/4, ami kevésbé jól reprezentált, de még ott is vannak pontok. Tehát a kézi lézerszkennelésnél jóval kisebb az a törzsnek az a része, ahonnan nincsenek adataink. Statikus lézerszkennelésnél pedig akkor, hogyha csak egy álláspontból látjuk azt a fát, akkor pedig körülbelül a fele, ami láthatatlan lesz a számunkra. Tehát az adatokból nem tudjuk visszaállítani a pontos alakot. Mi a helyzet a zavaró adatokkal? A zavaró adatok az azt jelenti, hogy olyan pontok, amelyek szellempontok, talán így lehetne egy szóval megfogalmazni őket, olyan pontok, amelyek vagy úgy keletkeztek, hogy nincs visszaverő felület ott, ahol ez a koordináta megjelenik a ponthalmazban, nek műszaki adatfelvételi okai lehetnek, vagy pedig
olyan pontok, amelyek szóródnak a visszaverő felületen. Erre látunk példát itt a baloldali képen, különösen, hogyha ennek a törzsnek, a jobboldali törzsnek, tehát amit a kézi lézerszkennerrel vettünk föl, itt az elágazás alatt megnézzük, akkor ilyen sok-sok pici magányos pontot látunk. Ezeket mondtam azt, hogy ezek a zavaró adatok, amelyek igazából a vizuálisan nem annyira számottevő a hatásuk, de egy automatikus feldolgozásnál az algoritmusokat ezek könnyen megtévesztik. Az algoritmus nem tudja, hogy egy tényleg létező ág vagy ágcsonkot, vagy pedig csak ilyen mérési hibákból eredő pontok. Tehát ez a maga ponthalmaznak az összehasonlítása. Ennek a ponthalmaznak a feldolgozását többféle módszerrel is elvégeztük, többféle módszert kipróbáltunk. Alapvetően bármilyen módszerrel dolgozunk, akármilyen automatizálási fokon, az első mindig az, hogy le kell határolni a munkaterületet, elő kell állítani a domborzatmodellt, erre vannak nagyon jó automatikus eljárások, illetve áttérünk relatív magasságokra, tehát a tengerszint feletti magasságról áttérünk a terepfelszín feletti magasságokra. Ez például ahhoz szükséges, hogy mondjuk egy méter magasan akarunk egy metszetet készíteni, akkor is el tudjuk végezni, hogyha a terepnek lejtése van. Miután ez megtörtént, amennyiben félautomatikus vagy vizuális interpretációs eljárást választunk a feldolgozásra, akkor kétdimenziós metszeteket készítünk, utána megjelöljük a fákat, közelítően és kör vagy poligon illesztéssel leírjuk a keresztmetszetet az adott magasságban. Ez lehet 1 méter 30 centi, hogy az erdészetbe használják, vagy 1 méter, ahogyan a városi fák felvételénél. Miután ez megvan, kinyerhető fának a pozíciója, illetve a törzsnek az átmérője a metszeti magasságban, és ezután el lehet készíteni a felületmodellt, ami a koronának a magasságát, legmagasabb pontjait tartalmazza, és ezt követően pedig lehet a facsúcsokat, illetve a famagasságot meghatározni ott, ahol erre lehetőség van. Egy automatizált feldolgozásnál pedig az épületnek a pontjait, illetve a tereptárgyaknak a pontjait el kell távolítani feldolgozás előtt. Ez pillanatnyilag ezt manuális úton tudjuk elvégezni. A szoftvereink, algoritmusaink, amiket fejlesztettünk, egyre nincsenek arra fölkészítve, hogy tereptárgyakat különböztessenek meg a növényzettől, tehát nekünk kell nagyjából kitisztítani ezt a területet. Utána az algoritmus a fákat lehatárolja, köröket illeszt a törzsre adott magasságokba, meghatározza a pozíciót, illetve az átmérőt, és miután ez megvan, egy régiónövelő módszerrel fölépíti a fának a szerkezeti modelljét, ez a koronát is fogja tartalmazni, és akkor ezután jöhet az egyes fáknál a facsúcsoknak a meghatározása, illetve a famagasságnak a meghatározása. Mind a két módszernél, ott, ahol már vagy a koronának a felületmodellje, vagy a koronának a térbeli modellje a feldolgozásban megjelenik, ott mindig kell egy vizuális kontroll is, hogy ezeket ellenőrizni tudjuk, a hibás lehatárolásokat ki tudjuk küszöbölni. Becsléseinknek az összehasonlítása. A fák térképezésnél körülbelül fél méter volt a pozícióban a legnagyobb különbség, és a legnagyobb eltérés is egy méteren belül volt. A földi lézerszkenner alapvetően képes arra nagy pontsűrűségnek köszönhetően, hogy a kisebb átmérőjű fákat is kimutassa, illetve felmérje, viszont a kézi lézerszkennernek a nagy előnye, és ebbe verhetetlen, hogy részben takart fákat körül lehet járni, és tehát egyrészt, és egyszerűen többet ki tudunk mutatni így ezzel a módszerrel, vagy egy ilyen ponthalmazból takarások kiküszöbölhetők. Az átmérőbecslésnél viszonylag kevés, de kiugró adat van, ezeket pirossal megjelöltem, itt fönt láthatóak ezen az összehasonlításon. Az eredetük az, hogy ezek olyan fákról származnak, amelyeket statikus földi lézerszkennerből csak egy álláspontból tudtunk fölvenni. Nagyon jó az egyezés egyébként, hogyha az átlagokat nézem, akkor 1 mm az eltérés a kézi és a földi lézerszkennerből meghatározott átmérők között, tehát szisztematikus eltérésre utaló jeleket nem találtunk eddig.
Az abszolút eltéréseknek az átlag az viszont 2,5 cm, ez már olyan, ami későbbi vizsgálatokat igényelhet. Amit ki szeretnék emelni a következtetésekből és a tapasztalatokból, az az, hogy mind a két módszer térképezéshez kiváló, és feltételezhető, hogy városi fáknak a felmérésénél, hogyha kidolgozottabb lesz a fáknak a lehatárolása, akkor a famagasság és a koronaméretnek a meghatározása is pontosabb lehet, mint a hagyományos terepi felmérésekkor. Tehát ezek az előnyei mind a két módszernek. Amit viszont hangsúlyozni kell, és a faápolást végző kollégák ezt megerősítik, hogy faápolási munkáknak a meghatározása a pontfelhőkből, legyen az akár statikus lézerszkennelés, akár kézi lézerszkennelés, ezt most még nem végezhető el. Tehát nem alkalmas a faápolási munkáknak a meghatározására, pontfelhőknek az alkalmazása, és ugyanúgy nem alkalmas vizuális favizsgálatra se. Tehát ezekhez továbbra is ember kell, illetve ott a terepen egy vizuális felmérés. Szépen a figyelmüket, és amennyiben kérdésük van, akkor állok rendelkezésükre. Akkor Gábor, köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát következőnek felkérném Zoltán Lászlót. Szerintem így, és akkor utána majd a megosztásnál, tehát itt ugye teljes képernyős mód. Ja, jó. És akkor hát pillanat, reméljük, hogy sikerül. Látod? Feljebb. Ja, ez lesz az? Aha. Ja. Mielőtt átadnám Zoltán Lászlónak a szót, kérdezem a távoli kollégákat, hogy lehet-e látni. Igen, lehet. Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, én Zoltán László vagyok, az ELTE TTK doktorandusza, és most az egyik munkánkat szeretném bemutatni. Távérzékelési technikák közül megkülönböztethetünk aktív és passzív technikákat. A passzív technikák során a műholdak csak érzékelnek jelet, konkrétan napsugárzást, amelyet a Föld visszaveg. Az aktív távérzékelési technikák esetében pedig maga a műhold küld jelet, és a visszaverődő jelet is érzékeli ez a radar típusú műhold. Hogyha természetes bolygatásokat vagy bármilyen bolygatásokat akarunk vizsgálni távérzékelési technikákkal, akkor hogyha passzív felvételeket nézzünk, akkor mit csinálunk? Elsősorban NDVI értékeket számítunk ki, ehhez mindenképpen lombos állapot szükséges, tehát a vegetációs időszakot meg kell hozzá várni, és időjárás függő ezeknek a felvételeknek a használhatósága, mert például a felhők eltakarhatják a felvételeket. Radar vagy aktív felvételek esetében viszont vegetációs időszakon kívül is lehetőségünkben áll ezeket a felvételeket alkalmazni, hiszen az időjárási körülményektől függetlenül is működőképes. Ez azért is fontos, mert olyan természetes bolygatások, amelyek tipikusan vegetációs időszakon kívül történnek, mint például a jégtörések, azokat minél fel kellene tudnunk mérni, méghozzá azért, hogy mert az egészségügyi termelés minél hamarabb be kellene fejezni a vegetációs időszak megkezdődéséig, hiszen csak ekkor van lehetőségünk a fakitermelést végezni. Tehát nincs feltétlen időnk megvárni az optikai felvételeknek az elkészültét. Néhányan talán emlékeznek az itt lévők közül, hogy 2014-ben az elmúlt 50 év legnagyobb mértékű jégtörése történt Magyarországon. Az érintett területek között volt a Börzsöny is. Körülbelül 400 méteres tengerszint feletti magasságokat érintett ez az esemény.
A kutatásunk céljai között szerepelt ennek a jégtörésnek a vizsgálata különböző távérzékeléses technikákkal, különös figyelemmel a radar technikáknak az alkalmazhatóságának a feltételeire és az alkalmazhatóságára. Vizsgálati területünk a központi Börzsönyben helyezkedett el, 350 méternél magasabb területeket mindet magába foglalta, még egy 50 méteres magassági pufferzónát is rátettünk erre, hogy biztosan benne legyen minden terület. Munkánknak egy nagy erőssége az nemzetközi szinten is, hogy nagyon erős megalapozott terepi referenciákkal rendelkeztünk. Méghozzá ennek az egyik alapja az volt, hogy egy nagy léptékű, több célú állapot értékelő projektnek a terepi adatfelvételezése már a jégtörés előtt 2014-ben elkezdődött, és ezeknek a pontok egy részének az újrafelvételezésével konkrét explicit adatunk volt azokról a pontokról, hogy mondjuk mekkora volt a záródás csökkenés azokon a területeken. Ebből több mint 650 pont állt rendelkezésünkre, igen finom felbontásban, tehát 2 vagy 4 pont per hektáros sűrűséggel voltak ilyen adataink, és ezek 500 négyzetméteres területű köröket fettek le. Felmerült bennünk az igény, hogy egy poligon alapú referenciát is kidolgozzunk. Ehhez létrehoztuk a manuális lehatárolásnak nevezett referencia adatbázisunkat. Itt két optikai légifelvétel sorozat különbsége között határoltuk le manuálisan az egyes károsodás típusokat, súlyosságok szerint csoportosítva, mint ahogy az alsó táblázatban is látható. Ezeket mindet kézzel csináltuk meg, és kimaszkoltuk hozzá az erdőgazdálkodási hatásokat, az esetlegesen már megtörtént egészségügyi termeléseket, és ezáltal egy igen megbízható adatbázist tudtunk létrehozni. Itt láthatok, hogy hogy néztek ki ezek a gyakorlatban. Különböző károsodási típusok, körbe vannak rajzolva ezek a lékek, vagy akár egész hegyoldalak, ahol dőlések voltak, de a koronatörések is meg vannak így jelölve, vagy akár a fiatalos hajlott fák is. De mint látható, azért vannak még itt is bizonytalanságok, mert néhol az árnyékok bezavarnak, néhol bizonytalan, hogy a fiatalosban mi történt, ezért még egy kiegészítő terepi mintavételezésre volt szükség, kifejezetten a manuális lehatárolásnak a validálására. Ehhez kidolgoztunk egy külön módszertant, arra specializálva, hogy mik zavarhatnak be ezekbe a felvételekbe, vagy ezekbe a, igen, és mik tévesztetnek meg minket. Ezt most nem fogom tudni részletesen bemutatni. De miután majdnem 200 pontot felvettünk validálási célból, ezáltal azt mondhatjuk, hogy a manuális lehatárolás lett a legnagyobb kiterjedésű, legkoherensebb referencia adatbázisunk ehhez a vizsgálathoz. De szükséges volt még több terepi referenciát bevonnunk, méghozzá azért, mert az előbbi területek csak a legjobban károsodott részeit fették le a Börzsönynek, és a bolygatatlan erdők kevésbé voltak itt reprezentálva. A már korábban említett erdőállapot felmérő projekt terepi felmérése 2015-ben és 2016-ban folytatódott tovább, ezek már tehát jégtörés utáni adatok voltak, és hogyha ezeken a pontokon szintén magas záródási értékeket mértünk, akkor biztosan mondhatjuk, hogy itt nem történt jégtörés. Azt a módszert találtuk ki, hogy egy 4 pont által közrezárt 1 hektáros területet akkor minősítettünk bolygatatlan erdőfoltnak, hogyha a 4 pontból 3 záródása legalább 95%-os volt. Itt látható, hogy hogy épültek fel a referenciáink. Az első és a második terepi referenciával gyakorlatilag validáltuk a manuális lehatárolást, innen származtak a dőlés és koronatörés adataink, a harmadik terepi referenciából pedig csak a bolygatatlan erdők, és ezek mentek be az osztályozásokba. Ez a referenciáinknak az összefoglaló ábrája. Pirossal vannak jelölve a dőlt területek, kékkel a koronatöröttek, zöldel pedig a bolygatatlan erdők. Milyen távérzékelt adatokat használtunk fel? Egyrészt radar technikák közül a Sentinel-1 radar adatait használtuk fel. Abban a szerencsés helyzetben voltunk ismét, hogy 2014. októberre óta közölt ez adatokat, tehát még pont volt lehetőségünk egy jégtörés előtti felszálló-leszálló pályájú képpárt felhasználni, és még további 3 jégtörés utánit tudtunk bevonni a vizsgálatainkba. Sentinel-1-re jellemző még, hogy 6 napos visszatérési idővel rendelkezik, és 13-14 méteres felbontással bír.
Különböző változókat használtunk fel ezek közül, visszaverődési koeficienst, különböző polarimetrikus deszkriptorokat és interferometrikus koherenciát. Az interferometrikus koherencia az két komplex jelnek a különbsége a felvételek között. Tehát a felvételek közti különbséget jelenti az interferometrikus koherencia. Ezt azért mondtam most részletesen, mert később ennek lesz jelentősége. Optikai felvételeket is alkalmaztunk, méghozzá a Landsat 8 felvételeit. Ezek 30 méteres felbontásúak. Jégtörés előtti és utáni nyáron készült felvételeket vontunk be a vizsgálatokban. Ezekből NDV-t számoltunk. Ezt sem fogom tudni túl részletesen bemutatni, hogy hogyan dolgoztuk fel az adatainkat. Adattípusonként eltérő előfeldolgozásnak vetettük alá különböző indexeket, kiátlagoltuk a felszálló és leszálló pályák, pályanézetek adatait a radar adatok esetében, és Extreme Gradient Boosting osztályozási technikával végeztük el az osztályozásokat. Minden osztályozásnál a tanulóterületek és tesztterületek arányát 20-80%-ban határoztuk meg, és ki kellett venni a referencia adataink közül a 400 négyzetméternél kisebb foltokat a felbontási korlátok miatt. Itt a táblázatban látható, hogy milyen osztályozásokat végeztünk el, és milyen változókat használtunk fel hozzá. Látható az első kettőnél, nem tudom, hogy látszik az egerem. Látható az első kettő esetében, hogy csak radar adatokat használtunk fel, harmadik, negyediknél pedig már az optikai adatok is bejöttek a képbe. Ezek lettek az eredményeink. Hogyha megnézzük a teljes pontossági értékeket, akkor láthatjuk, hogy akár szinte 80%-os teljes pontosságot is elértünk, de hogyha megnézzük ezeket tételesen, akkor azt lehet látni, hogy a dőlések esetében egészen magas értékeket kaptunk még csak kizárólag radaradatokat felhasználó osztályozásoknál is, tehát majdnem 74%-os pontossági értékeket tudtunk elérni. Koronatörés és bolygathatatlan erdők viszont alacsonyabb értékeket tudtak elérni, ezek pedig a teljes pontosságot is rontották. Itt a különböző indexeknek a hasznosságát vizsgáltuk. Az első osztályozás esetében a Shannon entrópia volt a leghasznosabb index, a másodiknál, ahol már bejött a koherencia és a képbe, egyből az első helyre ugrott. A harmadiknál, ahol már optikai adatokat is használtunk, még mindig a koherencia volt az első helyen, és NDVI jött be a másodikra. A negyedik osztályozásnál ez a fontossági sorrend megcserélődött, de még mindig itt van a koherencia egy igen előkelő helyen. Itt láthatóak az egyes eredményeink, egy ilyen kisebb kivágati képekben áll egy A térképen egy jégtörés utáni optikai felvétel, B-n a referencia adatok, CD-n csak radar adatokon alapuló osztályozás eredményei, az N és az FN pedig a radar és optikai adatok együttes használatából származó eredmények láthatók. Itt pedig csak a legjobb radaradatokon alapuló osztályozás eredményei lehet megnézni a referencia adatokkal összevetve. Validáljuk is valamennyien szinten ezeket az eredményeket, méghozzá a manuális lehatárolással érintett területeken belül, mert ott mondhatjuk, hogy egészen megbízható adatokkal rendelkezünk. Tehát megnéztük, hogy mekkora terület dőlt és koronatörött a manuális lehatárolással érintett területen belül, és hogy mekkorát mondtak erre a különböző osztályozások. Itt látható az, hogy a dőlések esetében szinte egybehangzóan ugyanazt mondta mindegyik, hogy nagyjából megtalálták mindannyian a dőléssel érintett területeket. Koronatörés esetében viszont jelentős túlbecsléseket lehet megfigyelni, szinte dupla annyit lehet látni az egyes osztályozások becsléseiben, mint a valóságban. Ennek hátterében az állhat, hogy a bolygatatlan erdők referencia kategóriában nem tettünk különbséget a záródás viszonyok között. Tehát a záródás viszonyok megfelelő reprezentálása az kulcsfontosságú lehet a koronatörés és a bolygatatlan erdők elkülönítése során. Hiszen nem csak egy bolygatás miatt lehet záródás hiányos egy erdő, hanem lehetnek termőhelyi okai vagy bármi. Mik a konklúzióink? Mindenképpen azt lehet mondani, hogy Sentinel-1 adatokat bátran lehet használni a vegetációs időszakon kívüli bolygatásoknak a kimutatására, és ez egy rendkívül hasznos eszköz lehet, hiszen a Sentinel-1-nek 6 napos visszatérési ideje van, tehát 6 napon belül mindenképpen adatunk lesz, és tudunk elkezdeni dolgozni, és a kármentést elkezdeni tervezni.
A dőléseket mindegyik osztályozással sikerült megtalálni, de a koronatöréseket egyik sem tudta megbízhatóan megbecsülni. Ennek az okait már fejtegettem. Illetve a radar adatok közül ki kell emelni, hogy az interferometrikus koherencia és az egyes polarimetrikus deszkriptorok igen fontos szerepet töltenek be az osztályozások sikerességében. Hogyha van időnk, és meg tudjuk várni az optikai felvételeket, akkor az optikai adatok bevonása a radar adatok mellé az tudja javítani a térképezésünk pontosságát. Ez pedig itt a reklámhelye. Ebből a munkából már megszületett egy cikk, itt elérhető, PDF-ben is megtalálható az a link. Itt részletesen le van írva minden. Hallgatóságnak pedig köszönöm a figyelmet, és hogyha kérdése van valakinek, akkor megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen. Elmérjük. Nem tudom, hogy sikerül megkérdezni, de a távol lévőknek van esetleg kérdése? Akkor köszönöm a figyelmet. Mi is köszönjük szépen. Elnézést, igen. Bevallom őszintén, hogy erre az instrukcióra nem emlékszem, de igen, én is úgy gondolom. Felkérném akkor a következő előadót, Heilig Dávidot az előadásának a megtartására. Reméljük, hogy sikerül. The floor is yours. Thank you very much. Dear audience, thank you very much for the opportunity to report on my study about the correlation of remote sensed leaf area index, so LAI, and biomass increment of short rotation coppices. So why this topic can be important for us? In 2015, the European New Deal, Green New Deal, set limits to 2030 to reach or to get levels of greenhouse gas emissions of the 55% of the 1990s levels. So we have about 8 years and about 21% of reduction, which is a quite huge task for us. And what was their purpose with this new deal? It is the mitigation of the effects of the climate change. And how this topic connects to the short rotation coppices or plantation forestry? Well, in Central Europe, the most potential way to use for energy production is the plantation-like forestry or the solid biomass use even from forestry sources or from agriculture. And at the establishment, management, cultivation of short rotation coppices, the yield estimation is quite an important task because this decides the level of the frequency of the harvesting cycles, which makes the short rotation coppice a bit business as well. So this yield estimation is basically based on traditional forestry methods. Sample areas are set and diameter at breast height is measured, and then these data is put in some kind of volume or mass estimation function, which is upscaled to the level of the whole plantation. And
a lot of bias can be in this. For example, if the sample area is not set on a typical place of the plantation, or our estimation method is not the best fitted for the given clone for the given site conditions, well, our results can be quite diverse, and it can deviate much from the actual amount of harvested biomass. So how can we achieve better results? Here comes the remote sensing, and Sentinel-2 imagery is a good temporal, good spatial resolution imagery with multispectral bands, which makes it quite useful to evaluate the house condition or the growth of different cultures. In agriculture, this is used in a quite wide scale, for example, to the yield estimation of different crops, winter wheat, maize, tomato or potato, and in forestry, it is also used, for example, as far as I know, in this institution, Barton Ivan has used this satellite data to delineate different forest stand types. So it is already used in forestry as well. But how can we use it in the plantation-like forestry or in short rotation coppices? Our research question was that, and we tried to answer it in three different objectives. The first is to test at all the possibility to use this remote sensed or Sentinel-2-based LAI image on the as a predictor of the biomass growth, and then the test the LAI values from the remote sensing and the validity of this data with the field measured LAI values, and at last the actual comparison of the method in the terms of the biomass yields. So let's see first our research area. It is located near the town of Sümeg, in the Marcal Basin forestry region. The forestry climate is dependent plateau Turkish forestry climate. It is close to the river Marcal, but since it is on gently sloping hillside, the groundwater is not affecting the rooting zone. So it is about dry place, and you can see on the left picture patches of different greens. This is because of the soil heterogeneity, which indicates growth heterogeneity. We have found two different soil classes, endocalcaric fluvisol and luvic gangisol on this site. The plantation was established in 2011 on the western part. Kopecky was used on 7.7 hectares, and on the eastern part, AF2 was used on 13.5 hectares. So what have we done? We have used the traditional forestry method. We set 10 sample areas, we measured DBH and height, and we also put litter bags this year to collect information about the leaf area index. And yeah, we are doing these measurements since 2019. And we have also made some kind, some different destructive measurements. For example, this year we have found 15 stems of AF2 and 15 stems of Kopecky to get site-dependent and clone-dependent biomass estimation function. And we, of course, took some tree samples to the laboratory to get the density and the moisture content of the different clones. In the laboratory, we used regression analysis to fit these allometric functions and correlation analysis as well. Of course, we have processed the images at first. Atmospheric correction of reflectances has to be done, which happened in the Centocore module. And then we processed the data with the biophysical processor of the SNAP software to get the LIA values.
and at last we used for the validation spatial statistics as well. What's our results? You can see that on the right picture that there is a slight difference between the two clones. Kopecky tends to be a little bit heavier for the same diameter than AF2. This is because of the different density. AF2 had, according to our measurements, 330 kilograms per cubic meter, while Kopecky had 390 kilograms per cubic meter density. And on the left, you can see the pictures of the two clones. You can see that AF2 tends to be a little bit narrower crown, tends to have a little bit narrower clone, while Kopecky has a bit shrub-like appearance. And if I want to say it in the numbers, then I can say that Kopecky tends to have a little bit lower DBH values and bigger height, while AF2 is a bit higher, has a little bit higher DBH values than the Kopecky. If we see the biomass increments or yields, we can see these values are not really rocking. They are quite mediocre, and the 2 years are not very different. And if we see the average LAI values, we see that these are quite low values. The literature of the field measured LAI of short rotation kapices says that the average values range between 5 and 10 square meter per square meters, while we have 1.5 square meter per square meter to 2. And our field measurements were between 6 and 8 or 6 and 9 square meter per square meters. So what can be done? We have done a correlation analysis, and we find a strong correlation between the two kind of data. And here you can see the correlation equation. So we concluded that the remote sensed LAI is usable, but the magnitude is different from the actual, but it would not cause any problem in this kind of estimation. So on the level of the sample areas, we have gathered the data together for the left column, where you can see the pooled data of the two clones. You can see that in 2020, the correlation is quite medium strength, while in the other cases it's quite okay, because, for example, in the case of Kopecky, the coefficient of determination was quite high, above 0.93% values. That's quite good results. And if you see the pool data of 2021, we got again a quite good result, and we tried this model for the validation. On the right, you can see an RGB composite of the research area of the Sentinel-2 imagery, which was calculated into the leaf area index map. And based on this map, which was done in 2019, August, we calculated the actual biomass increments with the equation, and we got values between 5 and 12 bone dry tons per hectare per year, which seems to be okay. And when we compared it with the harvested data, we found that in the case of Kopecky, the deviation between the actual measured and the remote sensed was minus 4 percentages. So we underestimated the actual value with 4 percentages. And in the case of AF2, it was worse. It was an overestimation of 16%. But if we see the whole 21 hectare plantation, the overestimation was altogether 8%, which is not that bad with so few sample points. So as a summary, what can I say? We have seen maybe that this use of Sentinel-2 imagery has potential in the increment estimation.
And of course, it has some kind of limitations. With this data set, the estimation was not exactly on the spot, but it can be the basis for further research and studies. And as a take-home message, I would like to say that the use, the parallel use of the forestry measurements and the remote sense data processing can lead to the to that point in the close future when the actual remote sense data can replace the field measurements, and the field measurements can become one kind of revision or checking points of the remote sense data, which would make our life way much easier. Thank you for your attention. And please ask me questions. Azt hiszem, hogy magyarul is lehet kérdezni, hogyha úgy egyszerűbb. Nekem benne egy igen. Kérdésem, hogy tehát akkor, ha jól értettem a LAI-t, az közvetlenül az ingyenes szoftverben elérhető terméket használtátok, tehát nem ti magatok számoltátok a LAI-t, hanem a Szentugorból Hát úgy használtuk, hogy a Snap-ben először megcsináltuk ezt a transformációt, és utána pedig abban van egy beépített biofizikai processzor, amivel ki lehet számítani ezeket az értékeket, tehát mi ezt a módszert használtuk, nem tudom, hogy ezzel most sikerült-e válaszolni. Igen, igen, köszönöm. Tehát akkor a Snap-en belüli... A Snap-en belüli módszert, igen. Jó. Tehát nem saját módszert fejlesztettünk. Jó, mert azért tehát az, az erős alulbecslésnek azért ez lehet. Hát igen, azt talán el is felejtettem mondani, hogy ott ez az algoritmus 0 és 6 közé lövi be a LAI-t, tehát most, hogyha az ültetvényes LAI az 5 és 10 között van az irodalom szerint, akkor nyilvánvaló, hogy egy alulbecslés fog belőle kikerekedni. De tényleg az volt az érdekes, hogy maga az aránya ezeknek az értékeknek az viszont jó. Köszönöm. Esetleg kérdezz meg a párhúlyokon érdekel. Esetleg valakinek a monitor túloldalán van kérdése. Akkor köszönöm szépen. Hát ez nincs letöltve, ugye utólag töltötted fel. Nincs is fent. Frissítsél egyet. Itt hogy kell frissíteni? Visszalépsz. Nézzük, hogy... Így frissít vajon. Jó, ott van. Oké. Hoppá, oké, bocsánat, hogy volt akkor? Jobb klik. Rád bízom, jó. Milyen nagy volt a fájl? Milyen nagy volt a fájl mérete? 20 valamennyi volt. Ja? Az a női kicsit elszólom, hogy ja, most már jön. Most már jön talán. Lehet, hogy már megvan. Próbáljuk meg. Nem. Most jött le. Most már meg. Először én is. Szerintem az nem az előtt. Erre a fejezést kell először. Igen. Jó.
Most. Elnézést kérek a technikai malőrért. Természetesen az elnök esetében jön elő a legtöbb probléma. Nem tudom, hogy lehet most látni a előadást, és hallani is lehet távoliak részéről? Igen. Igen. Jó, köszönöm. Ebben az előadásban ugye a Soproni Egyetem botanikus kertjének új korszerű felméréséről fogok beszámolni, és hát ez egy elég nagy és komoly feladat volt, tehát messze nem egyedül végeztem ezeket a feladatokat, hanem segítségemre voltak tanszéki kollégák, Broli Gábor, Bazsó Tamás, Cimber Kornél, valamint Szloboda Tibor földmérő hallgató, illetve ugye a bizonyos felméréseket ugye külső szolgáltató végzett el számunkra. Házas Gábor az OD Kft-től végezték a külső felmérési munkákat. Elsőként ugye a botanikus kertről szólnék pár szót, bár valószínű, hogy a hallgatóság többsége előtt azért ez ismert. Ugye ott rögtön az első évszám látom, hogy el van írva, tehát 1897-ben alapították ugye a területet a katonai főreáliskola kertjeként, körülbelül 8,7 hektáron, tehát nem a teljes területen, hanem ugye a jelenlegi alsó botanikus kert területén volt elsősorban ez a kert. Ugye utána, aztán az első világháború után, amikor ide költözött az akadémia, nem sokkal később, 1923 tavaszán kezdték meg a botanikus kert átalakítását Wettstein módszere, rendszere alapján. Ugye a gyűjtemények bővítésére igazából a magcsere kereskedelem, magcsere a társ intézményekkel, tehát ez volt a leghatékonyabb módja az itteni gyűjtemény bővítésére. 1924 és 1953 között Kis Vilmos Lajos volt a botanikus kert igazgatója. Ugye később a területet azt kétszer is megnövelték. 1958-ban az alsó botanikus kertet egészítették ki 4 hektárral. Ugye ez a 4 hektár, ez jellemzően itt ezen a részen a jelenlegi kollégium épületét tartalmazza, valamint 65-ben a felső botanikus kertet egészítették ki. Ez a légifénykép, ez egy 69-es légifénykép, és itt nagyon jól lehet látni ezt az új ültetésű felső botanikus kertet. Ugye a felső botanikus kert ültetése ugye az ilyen virtuális földrajzi kritériumok alapján történt, tehát ugye itt van ez a nagy rét, amit óceánnak is hívnak, mert ugye ez az óceán választja el az észak-amerikai és az eurázsiai parcellákat egymástól, ahol ugye az adott területre jellemző növények vannak. Ugye a tanszékünkön elég sok diplomaterv készült, amelynek keretében a botanikus kert felmérése több körben megvalósult. Nagyon jelentős munka volt 1998-ban Török Tamás diplomaterve, aki ugye az alsó botanikus kert felmérését valósította meg, és igazából az ő munkája az tényleg nagyon sokáig alapul szolgálta későbbiekre. Az ő munkájához kapcsolódott Jurák Gábor, ő 2000-ben a felső botanikus kert felmérését csinálta meg,
illetve erre épülően Kapócs István ugye az egyes fafajok felmérését, illetve később Vida Sándor a felső kertben ugye az új épületek, tehát az NRRC, illetve ugye a Ligneum részben, tehát az új épületek felméréseit tették meg. Tehát ez a korábbi felmérések csak azt próbálja bemutatni, hogy a botanikus kert esetében tehát egy elég módszertanilag nem egységesen történt a felmérés. Nyilván 98-ban még teljesen más módszerrel történtek a felmérések, mint 2013-ban. Tehát a térképi állomány az elavult is lett, és módszertanilag is elég eltérő. Éppen ezért, amikor volt lehetőség egy Szlovákia-Magyarország program keretében részt vennünk, akkor úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne, hogy ennek a programnak a keretében ugye a botanikus kert felmérését megújítsuk. Ez a projekt, ami a TreeJoy akronim nevet viseli, tehát 17-ben indult és 2021-ben ért véget. Szlovák oldalon ugye a Zólyomi Erdészeti Kutatóközpont volt a partnerünk, és a Soproni Egyetemnek a költségvetése az nagyjából 500 000 euró volt. Ugye hát különböző ilyen tevékenységek, aktivitik voltak benne, volt ebbe brosúra kiadás készítés, dokumentumfilm készítés, ugye a botanikus kertnek a felújítása, a felújításba benne tartozott a sétautak felújítása, az üvegházak bemutatóház felújítása, illetve kiszolgáló épületek felújítása. A következő tevékenységi körben ugye a fafajoknak a megújulása szerepelt. Különösen a felső botanikus kertben elég jelentős területen voltak még olyan védőfásítások, amiket a 60-as években azért telepítettek, hogy az értékesebb fajokat megóvják, de azóta nem kerültek eltávolításra, és hát elég jelentős új eszköz állománnyal is bővült a botanikus kert gépparkja, illetve nyilván a növény állományok is többször is bővítésre kerültek. Ugye a következő tevékenység körében került sor arra az új felmérésre, amiről fogok beszélni, és a hetedik tevékenység, ugye az erdőpedagógiai tevékenység esetében ugye egy tanösvény, illetve hát több egymásba fűződő tanösvény került kialakításra a botanikus kert területén. Itt ugye Kui Biborka látható, aki a projektet szakmai szempontból irányította, itt láthatók ugye a felújult utak, és itt látható ugye egy ilyen interaktív tábla, amely az átadáson elkészült. Tehát magáról az új felmérésről ugye úgy gondoltuk, hogy mindenképpen egy légi lézeres letapogatás, egy légi felmérés tudja biztosítani azt a geometriai egységes alapot, ami reményeink szerint hosszú távon biztosítja ugye a térképezés alapját. A légi felmérésre 2021. március 30-án került sor, és egy Riegel elég fejlett úgynevezett full waveform lézerszkener volt. Ugye ez a full waveform lézerszkener, ez valós időben több visszaverődést is tud detektálni. A kamera, ami a képeket készítette, az egy ilyen középformátumú phase one kamera volt. Ugye ezzel az osztrák céggel, akik végül is ezt a felmérést készítették, már korábban is dolgoztunk, tehát helikopterről dolgoznak, ugye viszonylag nagy pontsűrűséget lehet így megvalósítani, és ugye a helikopter hasán van egy ilyen doboz, amiben az összes berendezés benne van. Ugye maga a repülési terv az ugye 4x4 repülési sávból áll, tehát keresztirányba is és hosszába is úgymond lerepülték a területet, és hát talán a pontsűrűség lenne
elég fontos. Tehát itt ezen az ábrán látható a teljes terület, ugye itt még nincs körbevágva a teljes terület pontsűrűsége, tehát ugye a nullától a piros a 600, a fehér területek ott 600 fölötti pont per négyzetméter, tehát nagyon nagy pontsűrűségű felmérés valósult meg. Ugye említettem a szerzőtársak közül Szloboda Tibor szakdolgozót, ő neki a szakdolgozatában részben ez volt a feladata, hogy a pontfelhőnek a webes megjelenítését megvalósítsa. Ugye van ez a Potri nevű ingyenes webes megjelenítő, ugye egy 8-as fa kódoláson nagyon hatékonyan tudja biztosítani a megjelenítést, tehát egy ilyen tényleg nagyon nagy pontsűrűségű állomány jött létre. Ugye itt a légifényképeknek a színeivel van színezve, és talán itt egy metszetten jobban látszik, hogy ez a nagy pontsűrűség mit is jelent. Ez amúgy itt a terem előtt a platánfáknál van ez, tehát ez nem földi szkenner, hanem légiből. Ugye a visszaverődések száma, tehát a piros az első, és akkor úgy a továbbiakat lehet látni, tehát itt a nagy platánoknak még az ág szerkezete is látszik a légi felmérésen. Ugye a légifelmérésből előálltak eredménytermékek, egy 5 cm felbontású ortofotómozaik, egy borított felszín modell és egy digitális domborzat modell is. Ennek ugye részletét lehet látni, itt ugye a sportcsarnok, szintén ugye a platán és a green épületei vannak, valamint ugye itt lehet látni a domborzat modell. Tehát ez a domborzat modell ugye az egyes utak kivehetők rajta, itt a kút, volt kút mögötti kis dombocska kivehető rajta, tehát a légi felmérés tényleg nagyon részletes volt. Ezen kívül a felmérés alapján az épületek és az utaknak a részletes háromdimenziós meghatározása is megtörtént, tehát bár itt most fölülnézetből látjuk, de három dimenzióban van meghatározva az épületeknek a tető síkjai, vonalai, illetve az utak, amelyeket részben ugye a projekt keretében felújítottuk. Kiegészítésül ugye földi lézeres letapogatásra is sort került, Leica Scan Station P40-es műszerrel, ugye ennek a pontsűrűsége nagyjából 1,6 mm ponttávolsággal dolgoztunk 10 méteren. Ez azt jelenti, hogy egy álláspontból körülbelül 380 millió pontot mért fel a műszer, és összesen a teljes területen 58 álláspontból mértük fel a területet, kiegészítve ezzel a légilézeres letapogatást. Ugye ezeket a felméréseket sokszögeléssel illesztettük össze, határoztuk meg. Itt lehet látni az egyik sokszögvonalat, ugye itt vagyunk jelenleg, ez a B-épület, itt a platánok, és ugye itt a parkolóig ment egy ilyen sokszögvonal. Ennek látható itt a színezett, illetve az intenzitás alapú megjelenítése, itt pedig hát egy ilyen három dimenziós ábrázolás, itt a technikai dolgok miatt nem mertem ilyen virtuális sétát beletenni az előadásba, de tehát tényleg virtuálisan be lehet barangolni a területet. Ugye nagyon fontos és kiemelt jelentőségű volt az egyes fák detektálása, ugye Broli Gáborral közösen ugye elég sok eljárást fejlesztett ki ő, meg én is arra nézve, hogy automatikusan detektáljunk egyes fákat földi, de akár légi pontfelhők alapján,
és hát ezeket az eljárásokat használtuk, amelyek segítségével ugye az egyes fákat meghatároztuk. Ugye az egyes fák esetében metrikus paraméterként előálltak a pozíciók, a mellmagassági átmérők, a magasságok, a fatérfogatok, és nyilván a minőségi paraméter ugye a fafaj, illetve fafaj változatok, tehát ez nem a felmérés eredményéből állt elő. Tehát elkészült a teljes botanikus kert ilyen formán háromdimenziós adatállománya. Ugye a munka az nem ért véget, ugyanis például ezeket az adatokat ugye WebGIS rendszeren keresztül szolgáltatnánk, hogyha az informatikai háttér az megfelelően működne. Ugye itt az egyetemi átalakulás miatt az informatikai átalakulások ezt a folyamatot ugye még hátráltatják. Illetve nyilván nagyon fontos az is, hogy tehát egy ilyen részletes adatállományból nagyon sok további paramétereket is meg lehet határozni az egyes fákra, de alapértelmezésben ugye ezeket tartottuk mi a legfontosabbnak. És hát a korábbi munkák alapján is látjuk, hogy nagyon fontos egy ilyen felmérés eredményeként az is, hogy legyen karbantartva az adatbázis, tehát hogy ne az legyen, hogy van egy adott állapot, és utána elfelejtjük, hanem tényleg végül is a botanikus kert munkatársai, vagy akár ugye a kollégák számára, hogy napi szinten legyen karbantartva az adatbázis, jön egy jégkár, széldöntés, akkor ugye közvetlenül be lehet az adatbázisba jelölni, hogy mondjuk egy adott fa kidőlt, letört az ága, és így tovább. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna az előadás. Van esetleg kérdés jelenlévőktől, vagy az online térből? Ha nincs, akkor nem tudom, hogy Gallai Bence esetleg az online térben jelen van-e. Elképzelhető, hogy egészségi problémák miatt nem fog előadni. Nem tudom, online térben Bence, vagy esetleg? Akkor, tehát az első Pico előadás az elmarad, és akkor megkérném a második Pico előadásra Molnár Tamás kollégát. Hacik? Ott? Váltsát a Teams-re. Nem is tud a Teams-re. Ja. Oké, rendben van. Köszöntök én is mindenkit. Sziasztok, jó szerencsét. Az előadás, amit Gézával közösen készítettünk, a Soproni hegységet az elmúlt években sújtó szúkárokról fog szólni. Ezen belül is ugye a távérzékelési felmérésről, amit a Sentinel 2 mintaképek segítségével végeztünk. Ja, a mintaterületünk a Soproni hegység erdészeti tájához tartozik, hol a táj az erdőgazdálkodó, körülbelül 450 hektáros területet jelöltünk ki a terepi, az erdővédelmi kárba jelentő lapok alapul véve. Olyan részletekre voltunk kíváncsiak, ahol ugye volt bejelentett erdőkár, és ahol a lucfenyő volt a főfoktáj. Ezekre a területekre volt ugye kárterületi adatunk hektárban megadva, kár gyakoriságunk, kár intenzitásunk százalékban, illetve ugye az ezekből számolt kárarány, ami egy újdonság volt,
Ezen kívül a tájektől ugye egészségügyi kitermelési adatokat is tudtunk szerezni köbméterben. Ezek a validáláshoz voltak szükségesek. A szúkárokra nagyon röviden annyit kell tudnunk, hogy főleg a betűző szúról van szó. Nagyon ritkán hatfogó szú is előfordult, ugye, ucfenyőm. És azt is tudnunk kell, ugye, hogy az elegyetlen ucosoknak a területe már nagyon kicsi, tehát a korábbi 1000 hektáron már 200 hektára csökkent le, és a vizsgált 450 hektárunkban sem mind főfafajú, hanem ugye kevert állományok is vannak. Ami az időszakot illeti, ugye ez egy támadási hullám, ami néhány évvel ezelőtt indult el, illetve akkor vált intenzívvé, és igazából a mai napig tart, aminek a tovább terjedése látható olyan formában is, hogy már más fajokon is észleltek, ugye vetűző szút, illetve hatfokú szút is. Az anyag és módszer illetőleg szintén a kettő felvételeket használtunk, amiket a mozaik habról nyertünk ki. Ez ugye felhőmentes kompozitokat jelent éves szinten, 10x10 méteres térbeli felbontásban, és ezekből különböző vegetációs és vízindexeket állítottunk elő, ilyen volt az NDVI, az NDWI vagy az MSI, tehát normalizált vegetációs index, vízindex, illetve nedvességi stressz index. Mindezt felhő alapú geoinformatikai módszerekkel értük el, az Anaconda online programozási felületnek a Jupyter Notebook nevű moduljában egy Python jelen megírt program segítségével, illetve az ebből kinyert térképeket a QGIS-ben dolgoztuk fel tovább a vizualizációhoz. A terepadatoknál ugye országos erdőállomány adattár adatokat használtunk, illetve az ONR-ből ugye az erdővédelmi kárbejelentő lapokat, továbbá a tájektől megkaptuk ugye táblázat formájában az egészségügyi termelés adatokat. Az előbb említett indexeknek a képleteit lehet látni, ezt nem fogom mindet felolvasni. Annyi érdekesség van még, hogy az alapindexeken kívül változásindexeket is számoltunk, ami ugye a két év közötti különbséget hivatott megjeleníteni, és az erdőkárnak egyszerűen a negatív értéket fogadtuk el első megközelítésben. Itt látható ugye egy animált kép az NDVI-ról 2017 és 20 között, tehát az egymást követő évek közötti különbség. Ugye negatív értékeket narancságával, pirossal jelöltünk, pozitív értékeket világos és sötét zölddel. Tehát láthatjuk ugye, hogy telnek az évek, úgy egyre nagyobb területen és egyre intenzívebben láthatóak a szúkárok. És ugye mivel ez a szárazodásnak is a hatása, ezért ugye megvizsgáltuk a nedvességindex térképeken, és itt hasonló tendencia figyelhető meg. Egyre nagyobb területen, egyre komolyabb a szárazodás, ugye, ahogy a kárterület is nő. Hogyha ezt számszerűsíteni akarjuk, akkor megtehetjük úgy, hogy erdőrészlet szinten többséget számolunk a pixelekből. Ez egy egyszerű megközelítés, de olyan szempontból szemléltető, hogy láthatjuk, hogy vannak olyan évek, amikor közel 3/10-es különbségeket tudunk negatív irányba kimutatni az NDVI és az NDVWI esetében is. Még az MSI ilyen szempontból egy kicsit kevésbé bizonyult érzékenynek. És hogyha megnézzük, hogy hány darab olyan erdőrészlet volt, ahol negatív, illetve hány volt, ahol pozitív változásokat tapasztaltunk, akkor láthatjuk, hogy szinte mindegyikben negatív volt. Nyilván ez a határértékeknek a kijelölésétől is függ, de első körben azt szeretik volna látni, hogy hol voltak ugye komoly változások, és láthatjuk, hogy a 3/10-es változás az már nagyon komolynak tekinthető, tehát a módszer úgymond használható a károknak a kimutatására. És hogy milyen következtetéseket tudunk ebből levonni, az az, hogy ugye mindhárom index használható volt, de nem ugyanilyen mértékben, hogy az NDVI és az NDWI azt jobban ki tudta mutatni a károkat. Illetve hogy a terepi felbontásnál a 10x10 méteres adat az sokkal használhatóbb, mint a távérzékelési felmérésnél sokkal használhatóbb a felbontás, mint a terepi felmérésnél, ahogy ugye egész erdőrészletekre, tehát több hektára vagy több 10 hektára adják meg a kárnak a mértékét.
Illetve az időbeli felbontás is jelentősen eltér, mert sokszor csak évente kaphatunk terepjadatokat, viszont a távérzékelésnél akár 2-3 napos visszatérési idővel is számolhatunk, tehát jelentősen gyorsabban el tudjuk végezni a kárfelmérést. Ugyanakkor továbbfejlesztésre van szükség, ehhez ugye az UAV-os képek, a hiperspektrális adatbázis nyújthat segítséget, ahol ugye már nagy felbontású adatok állnak a rendelkezésünkre, ezt láthatjátok itt a képen is. Illetve azt is ugye fontos megemlítenünk, hogy múltbeli adatokra fejlesztettük ki ezt a rendszert, de a jövőben szeretnénk, hogyha az automatikusan működne, és folyamatosan tudnánk megfigyelni az erdőt. Itt néhány erdő részletet nagyítottam ki, ahol károk voltak, és ugye láthatjuk, hogy itt a csoportos, az előforduló szúkár az nagyon szépen látszik, ezt a műhold felvételen is ugyanilyen könnyen észrevehetjük, viszont itt a szálonkénti károsításnál már a műhold az nem biztos, hogy elégséges, tehát itt szükség van például az UAV-os felmérésre is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm. Akkor én is köszöntök mindenkit, jó szerencsét, szervusztok. Én Szabó Orsolya vagyok, az ERTI Ökológiai és Erdőművelési Osztályáról, és a következő előadást kollégáimmal, Molnár Tamással, Németh Tamás Mártonnal és Illés Gáborral készítettük. Az előadás témája egy megbízás, amelyet az ERTI kapott a Veszterheide Kft-től, és a megbízásnak az egyik témája ez az agrárrendészeti rendszer megalapozása digitális domborzat modell segítségével. A feladattervünk tehát, mint mondtam, egy digitális domborzat modell elkészítése egy leendő agrárrendészeti bemutatóhelyhez. Ez a bemutatóhely Somogy megyében Hedrehely település határában található, ez egy 64,5 hektáros terület, szóval igencsak nagy, és ezen a területen jelenleg hagyományos szántóföldi gazdálkodás zajlik, azonban a gazdálkodónak az ökológiai szemlélete miatt is, valamint a nagymértékű erózió, a nagy esők hatására előforduló erózió, illetve szeretne önfenntartóvá válni. Ezek miatt, okok miatt, illetve a domborzat eléggé divers léte miatt is gondolt ő arra, hogy megpróbálna egy agrárrendészeti rendszert a területén létrehozni, természetesen egyéb tényezők figyelembe vételével is. Így a területen megkezdődött először is szintén kollégáink által a termőhelyfeltárás 6 pontban, majd a mi munkánk, és ezt követi majd az agrárerdészeti rendszernek a tervezése. A képen csupán egy ilyen bemutató rendszer látható egy francia példával. És az eszköz, amivel mi ezt végrehajtottuk, ez egy Trimble TX6-os lézerszkenner volt. A felmérésünk egyébként tavaly tavasszal készült. A feladatunk megvalósítása jó sok, több mint 10 munkanapot vett igénybe. Igen nagy feladat volt, és a képen látható a területnek a képe és a pontok, amivel lefettük a területet. 85 mintavételi pontot használtunk, aminek alapja egy 100x100 méteres rácsháló volt. Nagyjából, ugye, ahogy látszik is, ezt a 100x100 métert tudtuk tartani, természetesen domborzati viszonyokhoz igazodva néha ezen módosítani kellett. Az álláshelyek között általában legalább 2 darab 23 cm átmérőjű gömb alakú céltárgyat használtunk illesztési pontként, azonban szintén a fordulókkor, illetve hogyha olyan volt a domborzati viszony, akkor több állandó tereptárgyat is ugyanígy felhasználtunk, illetve akkor is ezt tettük, mivel több napos volt a munka, amikor ugye egyik nap befejeztük és másik nap kezdtük a munkát. A céltárgyakat a két álláshely közötti felező merőlegesre állítottuk föl, a pontoktól 50-55 méterre nagyjából, és egymástól maximum 40 méterre, 20 és 40 méter között helyezkedtek el ezek a céltárgyak, és a szkennelésünket közepes felbontással végeztük, így egy teljes körös szkennelésnél nagyjából 10 millió pontot rögzítettünk, és minden egyes alkalomkor egy teljes és két részletmérés készült.
És akkor eredményeink, amit már Molnár Tamás kollégánk és Illér Gábor kollégánk végzett, az, hogy a feldolgozás során végeztük a pontfelhőknek a tájékozását és illesztését, valamint ezeknek az adatoknak a tisztítását, kiszűrését, és ezekből a ezt a pontfelhőt EOE vetületbe transformáltuk, és megadott szűrők segítségével kijelöltük a talajra eső pontokat, és ezekből a pontokból jött létre egy domborzat modell, és annak két formája, amit a következő diákon fogok bemutatni, egy vektor alapú szintvonalas térkép, illetve egy TIN raster, ami fél méterszer fél méteres felbontással készült. Itt látható a szintvonalas térkép, illetve a TIN raster, ami most már így vizuálisan színekkel is egyértelműen kijelöli a domborzati formáját a területnek. Ezen kívül pedig még a perspektívikus képek, ami szintén, ezen jobban látszik, szintén ugyanezen színek használatával jól látszik a domborzat, mi volt a területen. És itt így az ERTI-nek, vagy a mi részünknek a feladata végül is így befejeződött, és ezt meg természetesen szakmai jelentés formájában a gazdálkodó megkapta a termőhely feltárás eredményeivel együtt, és jelenleg pedig az agrárerdészeti bemutató terület már a rendszer, a fafajválasztás, a növényzet, cserjék, gyógynövények kiválasztása zajlik. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdezz meg esetleg, hogy a, nem tudom, a pikóendőadások után ugye egy jobban lennének a kérdések, tehát mind a Molnár Tamás, mind a Szabó Borsod előadásához van esetleg a jelenlévő részéről kérdés. Nekem lenne egy hozzád, hogyha lehet. Talán ide jövök, és akkor innen. Ugye itt megjelent ez a TIN raster, ami szakmailag ugye nem túl jó megfogalmazás, mert ugye a TIN az egy szabálytalan háromszögháló, és azt azért a vektoros modellekhez szoktuk sorolni. Tehát utána a TIN-t azt le lehet rasterizálni, és akkor rasteres modell lesz belőle, de ez a TIN raster, ez egy kicsit ilyen ellentétes megfogalmazás. Jó, én elfogadom, én a terepi felvédést kérdezni. Elfogadom. Esetleg majd a cikkbe azért ne így kerüljön be. Jó? Rendben, köszönjük szépen. Akkor, ha más nincs, akkor... Akkor végül is a szekció első felvonása lezárult, és ha minden igaz, akkor most egy szünet következik, és annyival jól gazdálkodtunk az idővel, meg ugye volt egy kieső pikó előadás is, hogy végül is a 20 percből 25-öt sikerült csinálni, tehát 3 órakor folytatnánk a szekciót, és hát szeretettel várunk vissza mindenkit, akár itt, akár az online térbe. Köszönöm szépen!
Szeretettel köszöntöm a szünet után a szekció visszatérő, illetve az új résztvevőit, illetve az online térben lévőket. Nem tudom, online térben lehet hallani? Esetleg egy visszajelzést kérnék. Igen. Igen, lehet. Köszönöm. És akkor elkérném első előadóként a szünet után Kozics Anikót, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen! Én is köszöntök mindenkit sok szeretettel, és remélem, hogy akkor szerintem látni is, hallani is lehet engem. Én a Magyar Természetjáró Szövetség képviseletében vagyok itt, és egy kicsit más lesz a téma. Ugye valamilyen szinten azért ugye itt a térinformatika és a geomatika előjön, de kevéssé az erdészet, inkább itt a közjóléti létesítmények témában, ugye a turistautak térinformatikai alapú nyilvántartásával kapcsolatban szeretnék néhány szót ejteni. És itt igazából, mint előadóként egyedül szerepeltem, vagy szerepeltem első körben a programban, de igazából nagyon sok kollégát hozzá lehet írni. Ugye itt a Magyar Természetjáró Szövetségnél néhány térinformatikus kollégám, gyakorlatilag ugye az összes szerepel a listán, utána pedig továbbá a felmérő kollégák, akiknek a közvetlen munkájának az eredménye ez a térinformatikai nyilvántartás, de igazából még nagyon sok más kollégát hozzá lehetne adni. Úgyhogy igazából az is a kérdés, hogy, vagy felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egy ilyen egy turista utaknak egy térinformatikai alapú nyilvántartására. Ugye itt ez talán már, aki ugye az erdészet kapcsán ugye erdőterületeken, mint turista utak, az nem egy ismeretlen fogalom megjelenik. Itt igazából elég egyértelmű. Egyrészt ugye a különféle nagyobb fejlesztések kapcsán, ugye mint amiben akár az MTS és ugye az erdészetek, mint konzorciumi partner megjelenik, ugye korábban volt az országos kékkörös nagyobb fejlesztés, ugye ott rengeteg fejlesztési helyszínen, ugye pihenőhelyektől közve egy csomó közjóléti létesítmény megjelent. Ugyanígy van most egy folyamatban lévő kifutó aktív turisztikai fejlesztéses Ginopeco projekt, ami szintén inkább fejlesztési helyszínekre koncentrálódik. Emellett ugye az MTS-en és erdészeteken túl ugye rengeteg más olyan partner vagy tényező előfordul, aki ugye a különféle akár erdőterületekről, vagy akár ugye erdőterületeken túl is, de gyakorlatilag a helyszínre kijutáshoz igazából evidens, hogy használná ezeket a turista utakat. Illetve nyilvánvalóan ugye manapság nem csak a print, mint nyomtatott térképekhez szükséges, főleg, hogyha ugye turista térképekről beszélünk, hanem ugye akár az online világban is ugye egyre több megjelenő online tervezőfelület, vagy csak mint egy tematikus réteg megjelenhetnek a turista utak, és ugye fontos, hogy ezeknek azért legyen egy megbízható adatforrása. Ami további fontos szempont, és talán nem olyan meglepő, hogy egyrészt ugye a sok beruházás és fejlesztés hatására is, meg egyébként ugye itt most a vírus helyzet miatt is, meg valószínűleg alapvetően is, ugye az emberek inkább nyitnak afelé, hogy akkor természeti környezet, jobb megismerése, kirándulás, sétálás, komolyabb túrázás, mindenképpen ugye kiszabadulni így a nagyvárosi létből, illetve ugye az online világból. Úgyhogy igazából ezt mind ugye tudjuk az erdészetek révén is, hogy rengeteg, tehát hogy nagyon megnőtt az erdőlátogatóknak a száma. Másrészt mi is a szövetségnél ezt tapasztaljuk, hiszen itt látható jobb oldalt, hogy az utóbbi években nálunk is radikálisan nőtt, csak ugye és kizárólag a kéktúrázókra koncentrálva, ugye nagyjából erről vannak minimális adataink, hogy hányan teljesítették az adott évben a túrát, ennek is ugye az utóbbi 4 évben több, mint ugye megkétszereződött a számuk, és
és a füzetek eladásával is. Ugye itt a kék túráknál, mint túramozgalom, ugye ezeket a bélyegző füzeteket közvetlenül, vagy ugye partnereken keresztül értékesítve, ugye látjuk, hogy itt is gyakorlatilag az utóbbi évben 13 ezerről most már 31 ezerre növekedett az éves füzeteladás, ami rengeteg ugye új túrázót, vagy hát természetjárót, eldőlátogatót jelent. Viszont ugye, akik mondjuk most kezdenek el túrázni, vagy a természetbe járni, ők olyan szempontból ugye új belépőknek számítanak, hogy mondjuk nem tudják, és nem evidens számukra azok a dolgok, amit mondjuk, mint erdészeknek, mint nemzeti park, mint akár természetvédelem és egyéb ilyen témakörben mozgó emberek számára evidensek. Úgyhogy igazából itt nagyon nagy szükség van egyfajta szemléletformálásra, vagy oktatásra, kommunikációra. Ugye ez a mai napsonál már többször előfordult, és megjelent, hogy ez egy igen fontos dolog, amit igazából közös erővel kell szorgalmaznunk. És tulajdonképpen ugye itt, amit említettem, hogy ez a rengeteg fejlesztés, ugye valamilyen infrastruktúra révén érhető el, és ugye ezt fogják jelenteni a turistautak. Most még egyelőre csak nyitva, vagy pontosan mit is jelent az, hogy turistaút, vagy mit értünk alatta. És nagyon fontos, hogy viszont a legtöbb fejlesztés ugye ezen turistautak karbantartására nem célzottan irányul. Ezekkel ugye foglalkozni kell, és akkor felmerül a kérdés, hogy nagyon jó, hogy van ez a sok fejlesztés, de hogy biztonságosan elérjük ezeket a helyszíneket, ezeket az utakat is biztosítani kell. Igazából ezen utaknak, és akkor itt most lehet a jelzések felújításáról, vagy magáról a hálózat alakulásáról, fenntartásáról beszélni. Ugye ezt már a Magyar Természetjáró Szövetség végzi egy jó pár éve a helyi természetjáró egyesületek keretében, tehát így evidens is bizonyos szinten, hogy ez a feladat így nálunk csapódott le. Ugye csak nagyon röviden, és így a félig meddig a közepébe vágva, ugye miért is a Magyar Természetjáró Szövetség? Ugye ez egy több évtizedes múltra visszatekintő szervezet, aki tulajdonképpen ennek az infrastruktúrának a fenntartásán dolgozik, és ugye már mind a kék túra kezelője már az 1960-as évek óta ezzel foglalkozik, ugyanakkor az utóbbi években, és főleg ugye a kékkör projekt kapcsán, mint említettem, ugye rengeteg kiemelt fejlesztés történt, és a kék túrának a kék túra nyomvonalak felmérése, ugyanakkor 2015 óta pedig egy pályázati rendszeren keresztül lehet a turistautak jelzéseinek felújítására pályázni. Szintén ugye említettem ezt a GINOP-PECOP projekteket, aminek kapcsán túraútvonalak felmérése történt, és valójában igazából a felmérés részünkről már egy olyan 13 óta elkezdődött, tulajdonképpen 2019 óta van egy konkrétan célzottan tájegységek teljes turistaút hálózatára vonatkozó felmérésünk, és ha úgy tetszik, ugye nyilvántartásunk. A jobb oldali térképen látható, hogy ahogy gyakorlatilag a piros vonalak vannak, ott van már elkészítve ez a nyilvántartás. Így most a kis térképen kevésbé látszik, de ha valaki, ugye az erdészek jobban képben vannak, akkor itt látszik, hogy nagyjából erdészetenként haladva kezdtük el a feldolgozást. Most értelemszerűen nem az erdő terület szélén megállva, tehát hogy az összes többi tulajdonviszonyú területet ott felmértük, de alapvetően itt kiemelten ugye pont a helyi taegrész, megvan ugye a mecsekerdő, és igazából ott a északerdő, egererdő, és hamarosan az ipai erdő is el fog készülni, és így majd haladunk a Dunántúl felé. Várhatóan 2023-ra viszont meg lesz ugye a teljes felmérés. Mint említettem, ugye szükséges viszont ehhez definiálni, hogy mit is értünk turistaútnak. Ugye itt sok ember fejében sok fogalom, meg jelkép, meg minden így felötölhet. Igazából erre most 21 novemberében újult meg ez az itt említett gyalogos turistautak és jelzései szabvány, és ebben ugye megjelenik, hogy egyrészt pontosan mit is értünk az alatt, hogy gyalogos turistaút, illetve azt, hogy turista jelzés. Ugye a turistaút lerövidített definíciója meg a jelzése itt látható. Ugye a turistaútnál az kiemelendő, hogy valamiféle turistafontossági szempontok jelennek meg, ez alatt nagyjából a természeti épített látnivalók, tömegközlekedési pontok és egyéb ilyen fontos poik jelenhetnek meg. Az fontos kiemelendő, hogy ugye mindkét irányból jól jelzett, tehát nem egy útvonal jellegű dolog, hogy elindulok A-ból és elérek B-be, hanem
mindkét irányból folyamatosan biztosítanom kell azt, hogy a túrázó el tud rajta menni, és hogy ugye a turistajelzésekkel van jelezve ugye a terepen is. Turistajelzésnek meg pedig, de itt ahogy a definícióban is van, ugye ezek már a nagyjából közel 100 éves hagyományra visszatekintő jelzések, amelyek ebben a 4 címben, és ez a 11 jelzéskép ugye egy kicsit kibővült az 1988-as szabványhoz képest. Ezeket tekintjük turistautaknak, tehát a szövetség ezt tartja nyilván, ezeket méri fel, és a pályázatokban is ezekre lehet begyújtani igényeket. Fölmerülhet a kérdés, hogy akkor az összes többi az ugye most akkor miért nem turistaút, tehát akkor itt bejöhet az összes, hát úgynevezett mondjuk tematikus út, tehát ugye a tanösvények az biztos, hogy egy ismert kifejezés, különböző zarándokutak, zöld utak, emlékutak és egyéb más, ugye manapság már kezdenek nagyon elszabadulnia, mindenki kimegy az erdőbe és felfesti magának a saját jelzését, tehát ugye ezt az irányt ezt nem szeretnénk feltétlenül jó dolognak, meg támogathatónak nézni, de igazából amire mi első körben, ez is egy jó nagy falat foglalkoznánk, az ugye ezek a klasszikus, hagyományos, szabványos, ténylegesen turista utaknak a jelzései. Ugye az egyéb, ugye a gyalogosból kifolyólag nyilván a kerékpáros, sí és egyéb jármódok sem sorolandók ide. Ugye mondhatnánk, hogy miért nem, mert ha már turista utak, akkor igazán elvileg ilyen útvonalak, utak, mindent felmérhetnénk. Hát pont azért, mert egyrészt, mint említettem, azoknak nagyon széles a spektrumuk, és sokszor ugye a fenntartásuk és a hirtelen felindulásból létrehozzuk őket, aztán kevésbé gondolkozunk a fenntartásra. Másrészt, és ami a fontosabb, hogy ugye ezek a turistautak egy hálózatot alkotnak, tehát nem csak össze-vissza útvonalak. Vannak itt a főleágazó és egyéb jelzések, és ennek a hálózatnak vannak szabályai, meg rendszerezése. Itt az árójelben föl van néhány sorolva, most nem kell mindegyikbe belemenni, de például ugye a túrázót a terepen megzavarhatja az, hogyha azt látjuk, hogy három irányba megy egy adott ponton a jelzés, akkor ugye elég nehéz eldönteni, hogy most azt tudom, hogy melyikről jöttem, de ugye akkor turistaútnak ez egy szabálya, hogy ugye egy adott pontból csak egy másik irányba ágazhat el, nem lehet ilyen hármas elágazása. És alapvetően azért a cél az, hogy ezt a hálózatot fölül is vizsgáljuk, és egy kicsit optimalizáljuk, tehát néha túl sok a jelzés, túl sok a fonódás, ugye az együtt futójelzések, és vannak egyéb szabályok. Ugye most itt nem sorolnám fel, de utána is lehet nézni, szerintem sok felületen is, hogy ugye ezeknek a jelzéseknek egyébként vagy jelentése is van. Tehát például a túrázót az is tudja ugye segíteni a tájékozódásban, hogy mondjuk lát egy ilyen körjelzést, akkor ugye hát amennyiben remélhetőleg az ténylegesen egy gyalogos turistaút jelzés és valami helyi egyesület festette fel, akkor ugye ez egy forráshoz vagy valamilyen vízvételi lehetőséghez fog vezetni. Tehát ennek értelmében ezeket nem mérjük fel, ezek nem turistautak. Van olyan szinten ugye létjogosultságuk, hogy a túrázók használják ezeket, tehát hogyha ugye én egy átlag laikus túrázó vagyok, kimegyek a terepre, most nem fogom én azt tudni fejből esetleg, hogy ez egy szabványos vagy nem szabványos, viszont nagyon fontos, hogy mi ezekre tudunk kvázi ugye biztosítást mondani, hogy ezeket igenis fenntartjuk és karbantartjuk, és ha valaki ezen túrázik, akkor az akkor biztosan el fog tudni jutni a célpontjához. Mit jelent az, hogy ugye térinformatikai alapú, mint ugye a címben is megjelent? Ugye itt mi most a felmérésről csak viszonylag keveset beszélnék, bár ugye ez egy ilyen geomatika szekció, de alapvetően ugye geodéziai műszerekkel mérünk, viszont nem geodéziai pontossággal. Nyilván egy turistaútnak viszonylag nagy kiterjedése van, tehát annyira nem is nagyon indokolt a korábbi előadásokban ugye megjelenő centiméteres, milliméteres pontosság. Itt láthatók a műszereknek a használt szoftverek, ebben most annyira nem mennék bele. Ugye értelemszerűen van egy ilyen klasszikus folyamat, hogy ugye nálunk egy egységes eszközökkel, ugye egységes módszertannal történő felmérés és feldolgozás zajlik, ami után egy ilyen validálás minőségbiztosítás során bekerülnek az adatok a nyilvántartásba. Arról, hogy milyen a pontosság, azért szerencsére most nagyon frissen kaptunk egy megfelelőségi tanúsítványt a Lechner Tudásközponttól,
amiben leírták, hogy ugye itt a vonalas méréseinknek a pontosságát tekintve, de az északerdő területen mértek egy nagyobb állományon, ahol azt találták, hogy az össze, tehát a 100% a teljes állománynak a pontossága azon 1,84 méteren belül van, plusz-minusz értékben természetesen, és egyébként a 90% az meg a másfél méter körül van, tehát ez egy turista útnál azért elég jól elfogadható, mert ha túrázó a terepen megy, akkor azért, ha nem találja el ezt a turista utat másfél méteren belül, akkor ott már baj van. És itt néhány publikációs született egyébként az egyetem részéről, vagyis az egyetem szervezésében szakdolgozat meg diplomamunka, amik akár elérhetők a repozitóriumból, úgyhogy a helyiek meg is tudják tekinteni. Egy-két ábra csak, hogy is néz ez ki, illetve milyen adatokat gyűjtünk. Ugye felmért útvonalakhoz nem csak a nyomvonal tartozik, hozzá van fotodokumentáció, illetve néhány alapadat, ugye itt az út minőség, pontosabban a burkolat és a nagyjából a szélesség az, ami meghatározásra kerül, illetve hogy az az adott turista úton a jelzés felújítandó-e. A vonalas mérés mellett, bár ez kicsit másodlagos, de pontszerű mérések is zajlanak. Ez egy nagyon szofisztikált, sok kategóriából álló, nagyon részletes dokumentáció, tehát sok kategóriában, sok alkategóriával gyakorlatilag a túrázók számára fontos és érdekes látnivalók, mind épített, mind természetes, de egyéb létesítmények is ugyanígy megjelennek, ugyanígy leíró adatokkal, fotókkal. És mit akar maga a nyilvántartás? Az pedig ugye, ez szintén, ami kicsit inkább ilyen informatikailag érdekesebb lehet, ugye rengeteg adatot akarunk tárolni, viszont ugye itt mi útvonal szinten, és ugye a jobb oldali ábrán látszik, például itt van egy piros kereszt útvonal, ugye így halványkékkel kiemelve, ami ugye egy A-tól B-ig tartó vonalas állomány, viszont ugye ez például az útjellemzők tekintetében, itt ugye látszik, hogy az úttípusok jelennek meg, és mindjárt a következő ábrán jobban látszik, hogy ugye nem teljesen az elejétől végig mondjuk aszfaltút, hanem egy bizonyos szakaszán ilyen az úttípus, egy másikon mondjuk földes aszfalt, aztán meg megint földes, tehát hogy itt ugye azt a kérdést kell nekünk eldönteni, hogy ugye hogyan szeretnénk úgy tárolni az adatainkat, hogy ugye minimális redundanciát, de viszonylag ugye egy egységes és használható adatbázist tudjunk építeni. Tehát sok olyan adatunk van, ami teljes nyomvonalra értelmezett, tehát nyilván az útvonalnak van egy jelzése, vannak komplex, itt megjelennek származtatott adatai, és ugyanakkor viszont rengeteg olyan másodlagos adat van, ami viszont nem vonal szinten értendő. És ebben most nem nagyon mennék bele, mert általában viszonylag bonyolult a történet, de mi ezt gyakorlatilag egy ilyen lineáris referenciával és dinamikus szegmentálással tároljuk, hogy ugye egyszer tároljuk a teljes nyomvonalat, majd hozzá igazából csak rávetítve jelennek meg a különböző paraméterek. Tehát itt látszik, hogy mi igazából nem csak a felmért adatokat, hanem rengeteg más adatot, ugye ez most csak egy sematikus vázlat szeretnénk tárolni, és ugye mi nem szeretnénk azt, hogy minden egyes paraméter alapján egy külön turistaút hálózatot eltárolni és módosítani, hanem igazából ugye egyszer letárolni a vonalas adatokat, és utána csak táblákban tárolva a paramétereket mindig a végeredményt megjeleníteni a térképen. Összességében most itt tartunk, hogy 825 útvonal van, ami több mint majdnem 6800 kilométer, ugye ez még nem a teljes állomány. És itt, amit említettem, hogy ugye ez a dinamikus szegmentálás, hogy ugye itt látszik ez a világos kékkel teljes útvonal, és külön táblában, pontosabban egy vonalas rétegként megjelenik az útvonal, ugyanakkor egy külön táblában például le tudjuk tárolni, hogy az adott útvonalon hány métertől hány méterig milyen attribútummal rendelkezik, és ezeket igazából össze is tudjuk kombinálni, tehát rengeteg olyan kérdésre tudunk válaszolni, hogy mondjuk az adott, hol vannak azok a szakaszok, amik mondjuk felújításra szorulnak, és erdőterületre esnek, vagy fokozottan védett, stb. Adatokkal összekombinálható. És még ami nagyon fontos, az ugye, hogy miért is szeretnénk ezt csinálni, és ugye itt jönnek képbe igazából az erdészetek, hogy ugye 2020 elején megjelent ez a jogszabály, hogy a turistautak
ugye, amik az erdőterületen futnak, azokat nyilván kell tartani, és ezt vezeti, vagy vezetni az MTS. Sok egyéb másodlagos célja is van itt a nyilvántartásnak, de ahogyan kell vezetni kérdésre, igazából még nem volt válasz, úgyhogy ez kidolgozás alatt van a jogszabály tekintetében, de MTS-en belül mi ezt nagyon sok egyéb dologra szeretnénk használni. Itt egy csak egy-két kép a POIC-ról, de ez igazából már volt, hogy milyeneket mérünk, és ugye például a természetjáró létesítmények megjelennek, ami hasznos lehet. És ami itt a jogi együttműködés kapcsán ugye felmerül, az együttműködés az állami erdőgazdaságokkal. Itt ugye szeretnénk a turistautaknak a tulajdoni viszonyait rendezni, és ugye mivel az erdőterület és az erdőtörvényben, meg a természetvédelmi törvényben ugye megjelenik a turistaút fogalom, így itt könnyebb a kapcsolat, hiszen erdőterületen már ugye itt az erdészeti szakemberek tisztában vannak vele, és szeretnénk egy olyan folyamatot kialakítani, hogy ugye itt a turistaút létesítés, módosítás, megszüntetés, az mind ugye az erdészettel és a természetvédelmi szakemberekkel közösen történjen, és rendezni, hogy ezek a turistautak mindenki számára egyértelmű helyzetben legyenek. Itt a szövetségnél csináltunk is készítettünk egy erdészeti térképet, ami ugye folyamatban van az együttműködés, hogy amint valamilyen erdészetet megkeresünk, akkor ezt a térképet meg tudjuk velük osztani. És igazából még a legvére egy ilyen kicsit kitekintő jellegű kérdés, ugye ezek a különféle korlátozások, mint legyen az erdészeti, vadászati, bármilyen lezárás. Ugye itt a visszatérve a legelejére, ugye nagyon sok az új belépő, akik nem biztos, hogy tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy mondjuk mit jelent az, hogy ott egy vadászati korlátozás van, vagy mit jelent az, hogy most ott nem lehet a fakitermelés közben túrázni. Tehát, hogy itt viszont megint nagyon előjön, hogy tájékoztatni kell őket, és itt igazából mi nyitottan lennénk a szövetség részéről arra, hogy valamiféle felületen, hiszen jelenleg is próbáljuk őket többféle felületen tájékoztatni ezekről, hogy tényleg megértsék. Ugye hozzánk meg beérkeznek a különféle erdészetektől a különféle információk, amikben esetleg, hogyha egy kicsit tudnánk valahogy hatékonyabban, vagy együtt működőkebben lenni, akkor talán kevesebb olyan probléma lehetne, hogy ugye éppen vadászati tevékenység zajlik, és valamilyen túrázók arra tévednek, mert éppen nincsenek tisztában azzal, vagy hát ugye figyelmen kívül hagyják a korlátozásokat, azzal nyilván nem tudunk mit csinálni, de igazából a tájékoztatás az részünkről mindenképpen szeretnénk elérni. És akkor utolsóként pedig azt, hogy milyen felületeken érhető el igazából ez a nyilvántartás. Egyrészt ugye van a turistatérképek.hu portál oldal, ahol minden igazából további térképünk felelhető. Egyrészt a Lechner Tudás Központtal a Nemzeti Térinformatikai Alaptérképbe is tervezik beépíteni, és van egy VMS szolgáltatásunk, ami megjelenik az erdőtérképen, illetve akár ugye az erdészeti szakrendszerben is felelhető lenne. Itt látszik például a webokiros természetvédelmi térkép, hol már megjelenik ez a szolgáltatásunk. Itt csak néhány kép a felületeinkről, illetve ezt a VMS-t ugye bárki használhatja, és akár ugye mobilon is elérhető lesz. És köszönöm a figyelmet, meg a türelmet, és várom a kérdéseket, hogyha van. Köszönjük szépen. Nem tudom, a jelenlévők részéről van-e esetleg kérdés. Ugye időben egy kicsit túl vagyunk, de ha nincsen a jelenlévők részéről, akkor én szeretnék kérdezni. Nagyon régen még volt egy projektünk, ugye a Szászvájci Nemzeti Parkkal, és ott a turistautak esetében nagyon fontos volt ez a, tehát a fogyatékos embereknek a turistautón való mozgása. Tehát ugye, hogy különböző lehetőségek vannak ugye térinformatikailag, tehát hogy nem tudom, hogy esetleg ilyen alkalmazásokat csináltok-e, vagy van esetleg olyan pár példa, hogy ezt a komoly geoinformatikai adatbázist mire is lehet a gyakorlatban használni.
Igen, hát nagyon sok mindenre lehet, ez pont ilyen konferenciákkor jönnek elő a kérdések. Nemrég volt a térinformatikai konferencia Debrecenben, ott a Taki részéről a talajos kérdések jöttek elő, hogy például ugye a talajviszonyokat hogy lehetne integrálni, de ugyanúgy, ahogy ugye említetted, akár ugye egy domborzat modell, meg mondjuk a burkolat szélesség alapján például lehetne meghatározni, hogy melyek azok a szakaszok, amelyek alkalmasak mondjuk például kerekes-székes közlekedésre. Előbb még elkészítenénk a nyilvántartást, utána, hogyha ha vannak utána tényleg további adatokra igények, meg lehetőségek, akár ugye a talajtani, akár ugye bármi más, akkor szerintem nincs akadálya, csak ez egy következő lépcső, tehát ugye előbb szeretnénk azt tisztázni, hogy igen, itt megy egy turista útvonal, és ne legyen az, hogy holnap utána ugye a tulajdonos mondjuk lekeríti, mert akkor az úgy kellemetlenebb. De szerintem távolabbi tervekben mindenképpen, tehát hogy nekem is vannak ötleteim még, úgyhogy igen, abszolút. Köszönöm szépen. És egy másik még itt a végén volt ez ugye a tájékoztatás, ugye, hogy ez erdőgazdaság ugye tájékoztatja, hogy fakitermelés folyik, stb. Én bóklászásom során nagyon sok olyan fényképen van a fán egy papír, se dátum nincs rajta, se semmi. Ugye azt se tudja az ember, hogy ez most tegnap került ki, vagy egy hónapja. Nyilván, ha egy éve, akkor az már látszik rajta. De tehát, hogy ezeknek a jobb megismertetése, tehát itt akár a kollégák, akár ugye a természetjáró szövetség, tehát hogy valami tényleg jobb együttműködés kellene szerintem, mert azért itt ugye vannak biztonsági kockázatok, meg van az, hogy tényleg amikor egy ilyen A4-es papír kint van, tehát ez nem lehet azért komolyan venni szerintem manapság, de tehát nem tudom, hogy jelenlévő van-e olyan kolléga, ahol elég jó az együttműködés, és hogy ott milyen jó gyakorlat van jelenleg. Szóval Várad József vagyok, a Bakonyi Egyetértő, és egyébként az Erészeti Szakmai Rendszer munkacsoportjában a fejlesztőkészségük, és én is látom, hogy a turistótól felkerültek az Állami Erdőgazdaságok informatikai rendszerének a felületére, pontosan ez a cselédésen keresztül, és ez egy nagyon hasznos információ. Az már egy másik kérdés, hogy a térinformatikai lehetőségeket kihasználva a folyamatban lévő fakitermelések és turistótól megszítéről elég jó információt lehet tenni az állítás papír mellé, hogy ha valaki egy mobiltelefon, egy okostelefon szemére, akkor megmutassa, hogy éppen aktuálisan hol milyen turizmus is befolyásoló tevékenység folyat. Ettől függetlenül az A4-es papírt, hogyha mi is komolyan veszük és dátumban ellátjuk, akkor komolyan kell venni, mert azért nem mindenki használ okostelefon, de ez az együttműködés, én is tudom, elkezdődött, és az IKOJ-en az életénél konkrét gyakorlat van arra már, vagy volt arra tudomásom szerint, hogy ők a turistótól képzelt tervelések metszetét a saját magam megjelenítették is. Dátumban is, és beavatkozások mondjában. Baloldali felső, azt hiszem ez a tőlük érkező például, de van itt szerintem Bakony Erdős különféle struktúrákban. Igen. Nem egy hozzászólásom, mert Gyeres Sándor, aki szintén Bakony Erdőnél, de hát olyan korábban kérdeztünk, hogy nem felik általában az erdészeti megnevezések, a turista térképes megnevezések. Most konkrét ez egy baleset volt, bicikli baleset, és akkor a kollégák keresik az embernek képviselőt, hogy mit tudom én, 5 km alatt van. Most gyakorlatilag egy kérdelemélyű helyen nagyon nehéz megtalálni. Ugye ezek általában nem ugyanazok, amiket mi használunk, tehát ez nincs ilyen átlag, ez elég macerás, meg ilyen sziszifuszi munka, de hát amúgy meg szerencsés lenne. De van még szóval lenne, hogyha mondjuk nem tudom, hogy milyen applikációkkal működik, akár általában a telefonon használják, hogy nagyon sokszor ugye nincs mondjuk mobil internet, és gyakorlatilag nem igazán tudja használni mondjuk egy online hát ilyen applikációval mondjuk a turistokkal. Tehát hogy ez ugye alkut szerencsés, nyilván aki mondjuk jobban érte, hogy akár van egy papír alapú, vagy valami más dolga, mert ugye jól néz ki mondjuk egy számítógépen, meg mondjuk benne a városban, csak mondom több helyen, hát gyakorlatilag nem tudja, hogy hol van. A legtöbb az, hogy gyakorlatilag eljön egy nem is mobiltelefon, csak kimegy az erdőbe sétálni,
hogy nem mérik fel a távolságot, tehát ez lesz szokott általában mindig még benne. Talán a nyilvántartás elkészítés után az offline működés bizonyos. Az is, igen, lehet egy cél, illetve a túrázóknak, vagy az erdőlátogatóknak arra való szoktatása, hogy előzetesen tájékozódjanak, amikor még van internet, és ne a túrán derüljön ki, hogy a hoppá, itt nem lehet menni, hanem megnézem a hivatalos felületet, és ott egy helyen össze van gyűjtve, akkor tényleg nem neki kell a 21-22 állami erdészetet, bár csak tudja, hogy melyik hol van, vagy akár ugye a helyi vadásztársaságokat, bár ez már egy kényesebb téma, utána járni, hogy mi van. Tehát itt ott is szerintem szükséges, hogy ők is így ezt jobban megértsék, és tényleg megértsék, hogy ez miért fontos, és ugye mind az erdészet, mind a vadászat szempontjából most ez, tehát ez egy ilyen win-win helyzet lenne, hogyha a túrázó is tudna, hogy nem szabad oda menni, és ugye akkor a tevékenység is gondtalanul tudna folyni. Úgyhogy igen, ezek mind egyébként ilyen távolabbi tervek, de a megkeresések azok folyamatban vannak. Nem tudom, esetleg kérdezni. Esetleg online van valakinek kérdése, úgyhogy szerintem azt itt is láthatom. Ha nincs, akkor köszönöm a türelmet. Köszönjük szépen. Akkor felkérném a következő előadót, Száz Botondot, hogy tartsa meg előadását. Most jó? Nem teljes képernyővel mutatja. Ja, ezt úgy kell mutassuk. Vagy nem jó, valami nem jó. Hát F5-öt nyomtam, csak átdobott a... Na, jellemző, hogy az utolsó előadásnak. Az elnök és a titkár. Tehát persze, máskor mindig jól mennek a dolgok. Jó? Elvegyük, tetsz, működik az F-et. Nem csinált semmit. Most mit látszott? Most csak téged látnak. Most nincsen. Na. És most? Semmi. Ez. Ja, oké. Jó, és akkor... Most behozta. Most jó lesz. Elnézést a kis technikai manőrért. Szeretettel köszöntök mindenkit. Előadásomban a digitális domborzatmodell előállítás lehetőségeiről szeretnék beszélni faállományok alatt UAV, azaz drón alapú légifényképek segítségével. Alapvetően diplomamunkámban, illetve egy korábbi TDK kutatáson belül is UAV alapú légi fényképek alapján előállított borított felszínmodellekből határoztam meg különböző faállomány paramétereket, így például ugye famagasságot is. Na most tudva levő, hogy ezzel a módszerrel úgy tudunk famagasságot meghatározni, hogy lombos állapotban elkészítjük a borított felszínmodellt, ebből pedig kivonjuk a talajt leíró digitális domborzatmodellt, így megkapjuk a normalizált borított felszínmodellt, azaz a famagasságmodellt, ebből pedig magasságértékeket tudunk leolvasni. Na most ahhoz, hogy ezek a magasságértékek megfelelő pontosságúak legyenek, szükség van egy megfelelő pontosságú és kielégítő felbontású digitális domborzatmodellre. Ezt többféleképpen is be tudjuk szerezni, külső forrásból is például egy
legáltalánosabban használt ilyen nyomozat modell például a Lechner Tudásközpont által biztosított a geoshop.hu-ról beszerezhető DDM-öt, melynek a nevében is benne van, hogy felbontása 5 méter, amely enyhe domborzatnál megfelelő pontosságot mutathat, viszont változatosabb domborzatú területeken nem feltétlenül képes ezt lekövetni, ezért szükség lehet egy olyan domborzatmodellre, amelyet úgymond helyi szinten állítunk elő. Na most ugye téli repülés esetén ugye nincs lombkorona, ezért jobban látszik a talajszint, és ebből próbáltam én úgymond digitális domborzatmodellt előállítani, és ennek az eredményét szeretném ebben az előadásban bemutatni. Nyilván ez így jól hangzik, hogy télen repülünk, viszont mint azt tudjuk, a drónos repülésnek alapból is vannak korlátai, így például ugye a szél és a csapadék. Erős szélben, csapadékos időben a drónos repülés az nem kivitelezhető. Valamint a fényviszonyok is eléggé befolyásolják a készített képeknek a minőségét. Télen pedig... Bocsánat, csak erre az online nem megy az előadás. Nem. Nem tudom, megpróbálok még egyszer, jó, mert tehát az online, most leellenőriztem a másik gépen is, de... Hát ezek az technikának a csodálata, a szépségei. Megy az előadás. Halljuk, halljuk, rendben van az előadás. Működik. A diákat is láttátok? Egyelőre a főcímet láttuk. A főcím. Van, tehát de már a harmadiknál volt botont, tehát pont ez a... De elképzeltük. Elképzeltétek, oké. Okay. Mivel láttunk képet, azt hittük, hogy ezt kell látnunk. Igen, csak hát ez, nem tudom, hogy megpróbálhatjuk esetleg, hogy előbb indítsuk el, és úgy. És most akkor... Most megnézem magunkat. Igen, a címdia látszik. Ja, most is. Címdia látszik. A címdia látszik, meg oldaltva kicsibe a többi díj. Hát ez nem teljes képernyős, így van. Meg vagyunk, látjuk a bevezetést. Igen, de most átkatintottak szerintem a másik oldal. Tehát... Jó, akkor esetleg azt lehet, hogy... Képernyő megosztás, és akkor jó lesz. Vagy először indítsuk el ajzét. Szerkesztés engedélyt, és akkor fönt van az a ikon a legfelső sorban szerintem az. Az lehet, hogy segít, hogyha az F-öt nem megy. Végül is ezek már nem kellenek. Tehát esetleg azt lehet, hogy először indítsuk el az előadást, és akkor utána nézzük meg az ablak megosztást. Hát, hogy az ablakot osztod meg, akkor ezt fogja egyből megjeleníteni, amit itt látok. Mindjárt. Screen. Most rosszat csináltam? Nem, az előbb is ezt csináltad. Jó, már csak megmondom. Lépj át oda. Meg se jelenti. Ez a PowerPoint-nak a... Megvolt a PowerPoint, ugye? Ja, aha, már. És most akkor... Próbáljuk meg újból. Édes Istenem. Most jó. És ez is most, jó? Igen. Jó. Na, bocsánat. Akkor kicsit tovább tartom, mint ahogy terveztem. Szóval ugye az időjárási korlátokról beszéltem, a csapadékról, a szélről, illetve a nem megfelelő fényviszonyok is befolyásolhatják a készített képeknek a minőségét. Valamint ugye hát téli repülésnél ugye közben jöhet a havazás is, és a hótakarónak a jelenléte szintén meghiúsítja a fényképeknek a az összekapcsolását, az egyeztetését, ezzel pedig a háromdimenziós modellnek az előállítását. Továbbá egy másik korlát az akkumulátoroknak a repülési ideje, valamint ugye ezeknek a száma, ez is jelentősen lekorlátozza a felmérhető
lefényképezhető területnek a nagyságát. Erről azért emlékeztem csak így meg, mert alapvetően két mintaterületet szerettem volna bemutatni, azonban az egyiknél a nem megfelelő fényviszonyoknak köszönhetően a fényképek nem sikerültek úgy, hogy egy normális domborzatmodellt elő lehetett volna állítani belőle, ezért előadásom most egyetlen egy mintaterületre koncentrálódik, amely a Sopron 128C erdőrészletben lett kijelölve. Ahhoz, hogy a fényképekből előállított domborzatmodellt, modellnek a pontosságát meg tudjuk vizsgálni, szükség volt egy referencia modellre is, melyet a képen látható Leica Scan Station földi lézerszkenner segítségével előállított pontfelhőből állítottam elő, illetve a úgymond terepi mérésnek a további eszköze a képen látható Leica GS16 GNSS vedő volt, melyel a lézerszkennernek az álláspontjait, valamint az illesztő pontok helyzetének a koordinátáit is meghatároztuk. Az erdőrészleten belül egy 100x100 méteres mintaterületet jelöltem ki. A képen is látható, hogy összesen 9 állásponton álltunk fel a lézerszkennerrel, a területnek a nyugati részén kicsit sűrűbben kellett felállni, mivel a nyugati rész az már jelentősen lejtős, a keleti rész pedig enyhén lapos, tehát mindenképpen egy változatos mintaterületet választottam ilyen tekintetben. Magát a repülést pedig egy DJI Mavic 2 Pro típusú drónnal végeztem. A repülési terveket a Drone Deploy alkalmazás felületén készítettem el. Ugye több repüléstervező alkalmazás is elérhető az interneten, viszont ez abban emelkedik ki, hogy újabban kapott egy domborzat követő funkciót, amellyel ugye azt érhetjük el, hogy a repülőeszköz nem egy vízszintes síkban közlekedik, hanem leköveti a domborzati változatosságot, ez pedig főként meredekebb terepek esetén azért is praktikus, mert egyrészt a megfelelő átfedést is jobban biztosítja, másrészt pedig megfelel az újonnan behozott drónszabályozásnak is, miszerint nyílt kategóriában 120 méter fölé nem szabad repülni. Összesen 3 repülési magasságban készítettem képeket, tehát 3 repülést hajtottam végre, 80, 100, illetve 120 méter magasról. Mind a sorirányú, mind pedig a sorok közötti átfedést 90%-ra állítottam. Azonban kíváncsi voltam arra is, hogy kisebb átfedések esetén milyen eredményeket kaphatok. Ezért minden második, minden harmadik repülési sor, illetve soron belül minden második, minden harmadik kép figyelembe vételével szintén lefutattam az eljárást, így összesen 27 variációt vizsgáltam, hogy melyik milyen domborzatmodellt eredményez. A képegyeztetést, illetve a pontfelhő generálást az Agisoft Metashape szoftver felületén végeztem el, és mivel ez a pontfelhő igencsak zajosnak bizonyult, ezért egy előzetes szűrést is kellett végeznem ebben az alkalmazásban. A pontok megbízhatóság szerint osztályozza a szoftver a pontfelhő létrehozása során, és az alacsonyabb megbízhatóságú pontokat kiszűrve a zaj is jelentősen csökkenthető. Azonban további zajszűrésre is szükség volt, ehhez pedig a Cloud Compare nevű nyílt forráskódú szoftvert használtam fel. Továbbá felhasználtam a Last Tools-ot is a talajpontosztályozásra, valamint két kisebb saját skriptet, egyiket a további pontfelhő műveletekhez, ritkításhoz, valamint a talajpontokon a TIN háló, valamint ezekből pedig a raster előállításhoz. Magát a megjelenítést pedig az elemzéseket, és az elemzéseket pedig a Quantum GIS felületén végeztem el. Miután elkészültek a pontfelhők, illetve a domborzatmodellek, vizsgáltam többek között a pontsűrűséget, a TIN háló háromszögeinek a nagyságát, valamint a különböző eltéréseket a referencia rastertől. Mielőtt rátérnék az eredményeim ismertetésére, ezt az ábrát szeretném bemutatni, amely a DDM5-nek az eltérését mutatja be a referencia rastertől. Hát ugye látható, hogy jelentősen méretes, méteres nagyságrendű, ezért a helyi domborzatmodell előállításnak mindenképpen van létjogosultsága. Nos, a 27 variációból 7 esetben nem sikerült a képegyeztetés,
ez többnyire a 80 méteres repülés alacsonyabb átfedésű variációinál nem valósult meg. Így összesen ugye 20 esetben tudtam véglegesen előállítani magát a domborzatmodellt. A sikeres eseteket pedig különböző paraméterek vizsgálatával rangsorba állítottam. Három paramétert emeltem ki, ami alapján ezt a rangsort elkészítettem. Az első a tinháló átlagos háromszög nagysága, ugye azok a háromszögek, amelyek a mintaterületbe beleesnek, illetve a mintaterület határait valamilyen szinten metszik. A második paraméter a referencia raster, illetve az adott variáció rasterek közötti átlagos magasságeltérés, valamint ennek a magasságeltérésnek a 99%-os konfidencia határa. A rangsort pedig úgy készítettem el, hogy mindhárom paraméter esetén megnéztem, hogy melyik az a variáció, amelyik a legjobb, tehát a legalacsonyabb értékkel rendelkezik. Ezt vettem alapként, majd pedig mindegyik variációnál megnéztem, hogy az ahhoz tartozó paraméter hányszorosa az alapnak, ugye ez mindenképpen egy egynél nagyobb szám, így mindegyik variációhoz hozzárendeltem három számot, ezt a három számot átlagoltam, és ez alapján állt fel a rangsor, az egyhez legközelebb álló eltérés átlagú variáció lett az első, öt egyébként látható is a dián. Készítettem továbbá egy grafikont is, amelyen az eltérés átlagot szemléltetem a repülési idő függvényében. Jól látható, hogy ennek az ötnek a az első ötben rangsorolt variációnak van kizárólag 1,2 alatt az eltérés átlaga, valamint az is látható, hogy a repülési idő csökkenésével, tehát ugye az átfedés csökkenésével pedig majdhogy nem exponenciálisan növekszik az eltérés átlag. Az imént feltüntetett öt legjobban rangsorolt raster esetén kíváncsi voltam, hogy melyek azok a részek a mintaterületen belül, ahol nagyobb az eltérés, mint 25 cm. Azért választottam 25 centit ilyen határnak, mert maga a rasternek a felbontása is 25 cm, és hát úgy gondolom, hogy famagasságmérésben a 25 cm az még bőven hiba határon belül van, nagyjából egy arasznyi távolságról beszélünk. Látható, hogy a mintaterület közepén mind az öt rasternél egy kisebb területen nagyobb lett az eltérés, mint 25 cm. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a területen itt egy kisebb púp található, és itt nem volt az ajszűrő algoritmus nem volt túlságosan sikeres, és ezért történhetett itt ez a kis eltérés. Viszont a terület észak-nyugati felében látható fenyves folt, ahol ugye a talajszint egyértelműen nem látszik olyan jól, látható a képen, illetve az ábrán, hogy nem mindegyik rasternél volt itt nagyobb az eltérés, mint 25 cm, ezért ezt a pontban valamennyire hiányos, talajpontban valamennyire hiányos területet a TIN interpolációnak sikerült nagyjából megfelelő szinten áthidalni. Végezetül pedig két metszetet is szeretnék bemutatni. A képen látható átlója mentén a mintaterületnek. Ezen a metszeten ábrázoltam a DDM5-öt, a referencia rastert, a legjobb eltérés átlagú variációt, valamint a legrosszabbat. Látható ugye, hogy a DDM5 azért az jelentősen eltér a referenciától. Az is látható, hogy a legjobb eltérés átlagú variáció nagyon jól leköveti a referenciát, és az is látható, hogy a fenyves folt keresztezésénél, illetve átszelésénél a legrosszabb eltérés átlagú variáció még jobban eltér a referenciától, mint maga a DDM-öt. Ez ugye annak köszönhető, hogy itt már lényegesen nagyobb területet kellett áthidalni a TIN interpolációval. Érdekes viszont, ha megnézzük a másik átló mentén felvett metszetet, ugye itt is látható szintén, hogy a DDM-öt jelentősen eltér, tehát famagasságmérésre nem feltétlenül alkalmazható. A legjobb eltérés átlagú variáció szintén nagyon jól leköveti a referenciát, viszont
Mivel itt nem keresztez, nem száll át egyetlen egy sűrűbb fenyves foltot sem, csak néhány fenyő egyedet, látható, hogy a legrosszabb eltérés átlagú variáció is sokkal jobban leköveti a referenciát, mint maga a DDM-öt. Nos, messze menő következtetéseket nem lehet levonni egy mintaterületből nyilván, viszont úgy gondolom, hogy az irány az jó, és remélhetőleg sikerül majd újra fényképezni az említett második mintaterületet is, illetve több terület kijelölésével, felmérésével nem csak a Soproni-hegységben, hanem más területeken is tovább lehet fejleszteni ezt a módszert, tehát a további vizsgálatokkal lehet tökéletesíteni, pontosítani az ilyen módon elkészített domborzatmodelleknek az előállítását. Előadásom végén pedig köszönetet szeretnék mondani édesapámnak, aki anyagilag hozzájárult a repülőeszköz, valamint a különböző alkatrészek és pótakkumulátorok beszerzéséhez. Köszönöm témavezetőmnek, dr. Király Gézának, illetve dr. Brolli Gábornak a terepi mérésekben való közreműködést, főként a lézerszkennelésben, illetve az egyéb terepi munkában való segédkezést is meg szeretném köszönni Újhegyi Kristóf erdőmérnök hallgatónak, Sziklai Szabolcs földmérőmérnök hallgatónak, valamint Galai Bence doktorandusz társamnak. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, és hogyha valakinek kérdése van, állok rendelkezésükre. És még egyszer elnézést itt az előadás közbeni kis bakiért. Bocsánat, én meg egy annyit hozzáfűznék, vissza is görgettem itt egy kicsit a rangsorhoz, azt elfelejtettem említeni, hogy igen, egy hármas szám kombinációt jelenítettem meg, ugye az első szám a repülési magasság, a második a bázisirányú átfedés, a harmadik pedig a sorok közötti átfedés. Szép nagy izgalomban átugrottam. Az online térben levőknek esetleg valamilyen kérdése? Húzod a hangszórót, mert hogy le van tekerve. Nem jó, akkor nincs. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Esetleg annyi kiegészítést azért hozzáfűznék, hogy úgy gondolom, hogy nagyon nagy fontossága van ezeknek a vizsgálatoknak, mert bár ugye a domborzat az nem változik olyan túl gyorsan, de tényleg egyre több kolléga használ ilyen eszközöket, és azért sok olyan terület van, ahol más forrásból nem elég megbízhatóak ezek a domborzatmodellek, tehát én úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű vizsgálatoknak nagyon nagy a szerepe a közeljövőben. Tehát csak ennyivel ezt gondoltam kiegészíteni. Nem tudom, hogy van-e esetleg valakinek még kérdése, hozzászólása akár az utolsó előadáshoz, akár a korábbi előadásokhoz. Ha nincs, akkor mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételét, de nyilván elsősorban az előadóknak az előadást, és a hozzászólóknak a hozzászólást, és hát örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk, nyilván személyesen kisebb számmal, de az online térben nagyobb számmal, és hát bízom benne, hogy lesz lehetőség mindenki számára a hátralévő időben a személyes diskurzusoknak a kialakítására is. Köszönöm szépen, mindenkinek szép estét kívánok. Bocsánat, egy ügyrendi kérdésem esetleg lehetne? Milyen kérdésed? Egy ilyen ügyrendi kérdés, arról volt szó, hogy az egész értekezlet után lesz valamilyen tesztkitöltés, hogy a 20 pontos, vagy a 20 pontot megkaphassuk a továbbképzés révén, és arról volt szó, hogy ugye lesz a fő előadás, aztán lesznek ezek a szekció előadások, és utána valamilyen
ilyen úgymond számonkérés, mert ugye csak akkor lehet 20 pontos egy továbbképzés, és hogy erről lehet bármit, hogy hogy, mint, mikor, milyen formában. Köszönöm szépen a kérdést, bevallom őszintén, hogy most a szünetben hallottam én személy szerint erről először, tehát a választ azt nem tudom. Antal, gyere esetleg ide, jó? Tehát itt az egyik kolléga már valamilyen választ tud, akkor ő ide jönne a pulpitusra. Üdvözlök mindenkit. Itt a szünetben megpróbáltam utána járni ennek a kérdésnek, és azt a választ kaptam, hogy a Facskó Ferenc e-mailen arra a referenciaként megadott e-mail címre fogja elküldeni ezt az online kitöltendő, hát mondjuk, hogy tesztet, mert ezt talán lehet tesztnek hívni, talán 6 kérdést tartalmaz, aminek a beküldési vagy kitöltési beküldési határideje az holnap reggel. Ennyit tudtam, tehát e-maileket kell nézni, és hogyha megérkezik, akkor még ma este vissza kéne küldeni. Ennél több információval én sem rendelkezem. Ennyit tudunk most pillanatnyilag. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy van-e olyan esetleg még, aki ezt ki tudja egészíteni valaki, valamivel, akár itt, akár az online térben. Ha nincs, akkor most már tényleg elköszönünk, és mindenkinek szép estét kívánok, jó szerencsét, szervusztok! A felvételt, aha, azt hol kell állítani.